Élőszerkesztőjeként a budapesti stúdióból a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor Balázsék! Haja, már voltál 6 óra után 13 perce. Jó reggelt kívánom, jó reggelt mindenkinek. Sziasztok. Hello Feri, jó reggelt, ciao. Hello. Hello Rozina. Hello. Jó reggelt kívánunk, jó itt van velünk. Jó Rozina. Jó reggelt. Essel vagy Esszel kell a vezető? Essel. Essel. Vossala. Vossala Rozina van itt velünk ezen a gyönyörű csütörtöki napon. És mindenkivel úgy indítok, hogy hogy vagy, hogy milyen volt a koránkelés. De mondtad, hogy neked ez könnyen ment, hogy közel laksz. Hát, könnyen ment, de ahhoz képest ez kimentem a fürdőszobába, és elkezdtem bekrémezni az arcomat a fogkrémmel, konkrétan. Az a jó. Az a jó. Igen, úgyhogy azért valószínűleg kómás voltam. Aha. Szóval... Hatott? Kicsit ez a frissesség átjött, de gyorsan észrevettem, hogy olyan furán mentolos. Úgyhogy figyelj, meg lehet ezt szokni. Csináltam azért én ezt másfél éven keresztül. Aha. Úgyhogy meg lehet ezt szokni, de nyilván pékek meg ti. Nem a pékek, hát, azért kicsit nagyjából korábban. Ők három körül azt mondják, kettő, ők három. Kettő-három körül, ott már négykor sül a cipó. Hát figyelj, hatra kell a friss kifli a népnek. Igen. Nektek is kell valamit enni. Így van. Hoztál? Egyébként hoztam reggelit, igen. Hallod, látod, milyen? Ne csinálj. Hát ez már 50%-a többet nyom alatba, hogy ha valaki reggelit hoz nekünk. Hát valami, ez egy ilyen bevállalt lekenyerezés, szó szerint. Szó szerint. Hát nektek, ha persze, és én sütöttem egy kist, egy ilyen tojásos kis cuccot, gondoltam, azt megesszük. Na, a gyurmások körülnek tojás van benne. Nagyon jó, nekem jó, az nagyon jó. Viszont van szénhidrát. Az nem baj, én ezt nem szénhidrát. De a szénhidrátot ki lehet hagyni belőle. Én hát nagyon, nagyon, remélem, hogy finom lesz. Nagyon, nagyon, mi is. Nagyon jó, megkóstoljuk. Na jól van, gyerekek, 6 óra után 15 perccel vagyunk, elindult a reggel, csúszott tegnap Jónos eső, ki hogy vészelte át, kiperecelt. Igen, nagyon durva volt. Én nagyon durva volt. Elvárosba, letettem az autót, addig még semmi, kicsit így pötyögött az eső. Oké, elintéztem a dolgomat, megyek kifelé a boltból, ahol voltam, és hát gyakorlatban egy olyan gyönyörű hanyatesést sikerült produkálnom. Igen, még szerencse, hogy így viszonylag normálisan, tehát hogy lassan mentem, mert olvastam ezt az ónos eső baromságot, meg így riasztott a telefon, mondom, Ferko, óvatosan, tudod, fiam, idős vagy, kövér vagy, vigyázzál magadra. Vakis vagy. Vakis vagy, rossz a mozgásod. Magasról is esel. Igen, ráadásul közel 2 méter, mondom, óvatosan, kicsim, vigyázzál magadra, ha már más nem vigyáz rád, és ebben a pillanatban indult el a ballában. Segreülés, még szerencse, hogy nem az a klasszik kétlábas kicsúszós, mert akkor tudod, lekoppan a fejed, és ott a vége a dolognak. Úgyhogy leültem, körbenéztem, tőle tanultam, így szoktam megállni. Nem szabad, nem szabad hamar felkelni, nem kell. Picit üldögéltem ott, a kocsi az gyakorlatban tiszta izéjég volt, úgyhogy most olvastam pont a mentőknek a kis nyilatkozatát, hogy a tegnapi nap az tök brutál esések, törések. Én kettőt láttam, két óriás zakózást láttam. Perecet? Igen, óriás. Azt szerintem nem te voltál. De magát a folyamatot is, vagy már csak, hogy ül? Egy néni folyamatát azt láttam, aha, az nagyon szomi volt. Többen a szívükhöz kaptak, és láttam többeket a földön ilyen teknős békaként megpróbálni felállni. Nagyon nem tudsz mit csinálni már, hogyha len vagy, akkor ott a vége, aztán valahogy fölvergődött. Ja, azért, hogy zoknit kell tenni a cipőre. Aha, tehát vedd le az oknidat, tedd föl, és akkor azzal arra szóljál a busz megálló, hogy a kocsi. Te látod magad, ahogy a belvárosban az oknival a cipődön csoszogsz. Egy sportzoknival, és melyik sportzoknival mész ott az orvos esőbe. Én nem tudom, én valahogy ezt megúsztam, meg az autó se csúszott, de hallottam, hogy nagyon nagy őrület volt tegnap. Nekem így az apukám is elesett, úgyhogy így sokan, sokan pereceltek. Na jó, de ma már nyugi van, nem? Ma már békesség van. Teljesülése, van, ahol lesz 15 fok, nyilván nem nálunk, aha, és holnap meg megint jön a fagy. Tehát a cumiba vagyunk időjárásilag. Azt a mindenség. Egy napos felmelegedés, holnap. Nagyon nehéz ezt lekövetni. Nagyon. Frontos vagy? Nem. Ez a ti mínusz 6, most plusz 10, holnap megint mínusz, nem? Mindenkire 6 valahogyan, tehát biztos, hogy érzem én is, de fejfájos nem vagyok, hál' Istennek. Aha. Na az jó, az akkor az megúszod. A gyerek az, aki leköveti ezt a frontot, a kisebbik, ő mindenre. Hiper érzékeny. Tegnap felvette a nagyot, csúszik lefelé a garázs bejárón, és azzal szórakoztatott, hogy délután Nékó videókat küldött, hogy mennyire csúszik. A cipő maga. Ja, csak simán. Igen, aha, igen, igen. De kinyitottátok a garázs ajtót, hogy becsúszott rajta.
És az egy nagy meredek lejáró, és fölvette, hogy ugye, ahogy csúszkál, és ez küldözget. Ez a brutál, brutál ez az zónos eső tényleg. De én balesetet nem láttam. Tehát az, hogy ülnek, azt igen, de ilyen kocsi is, árók, az abszolút nem volt. Drága Rozina, olyan jó hallani a hangod a két kappa mellett, látod? Na már ilyeneket fogsz kapni. Hogy lehet ilyen jókat olvasni, frissíteni kell, 6-tól fél hétig vannak a barátságosak, 7-től jönnek a keményebbek, úgyhogy 7-től inkább tartsd a szemkontaktust, 6-tól fél hétig olvasod. Engedd el az SMS falat. Igen, az SMS fal az nem egy barátságos felület. De miért vagyunk mi kappanok? Hát a kappan az mi az a hím? A kappan, aki már a nemi életre képtelen, kakas. Megfosztott. Megfosztott, férfiasságától megfosztott. Nagyjából kakos. Azért ez szerintem ez helytálló. Tartalékaink vannak, az egy másik sztori, hogy nem használjuk. Hosszú távú házasság. Ennyi év házasság után már visszaveszel belőle, de azért tartalékok még vannak, hello. Van, az van, de hosszú év házasság után azért ez nem. Hogy állunk gyerekek, akár az 2-0 tenisz? Kicsi? Az egy sport. Nagyon jó. Ez az. Akkor a reggelid az bukott nullára, vagy nullában vagy megint. Akkor te nem kapsz, vigyázz. Olyan reményteljesen, minden vendégtől meg, na a tenisz, valaki tenisz, nem, egyelőre zéro. Talán a tenisznél volt valami kis kapirgálás, de igen, ő is csak így udvariasságból rá volt. Mondta, hogy ez a fehérek sportja. Igen, neki ez nem megy. Igen, ez az úri fehér sport, az úri zálás. Rozina jó lesz, eddig Rozina meg a feka. Ilyeneket. Igen. Viszonylag hamar döntött, aki döntött, mert 6 után 19 perccel, ő nagyon jó. Neki sok. Figyelj, vannak azok az állapotú férfiak, akik már a női hangtól már megvannak, és aznek bármi, csak a női hang az nekik már jó. Tehát, hogy a reggeli műsorban igazoltan kell azért a női hang. De ez már egy nagy dicséret is 6 óra után 17-kor. Igen. 12 órát álltam a német dugóban, akkora ónos eső volt, írja valaki. Majdnem kicsúszás volt a főútra, éppen csak megállás. Nem csak tikeltek korán, a pékek, a műkörmösök, ami vagyok, minden nap 4:20-kor kerek puszi közül. Azért, mert Nyíregyházán lakik, és Győrben van a bolt. Tudod? Ez csak ennyi. Igen. Fidesz Gödöllőt visszafoglalták, Szúnyog Csüder írja nekünk. Ezt nem is, biztos nem is tudod. Ezt nem tudod. Nem, erről lemaradtam. Az így meglepetésben volt a Fidesz Gödöllői Facebook oldala. Ez egy sportklub vagy egy. Nem, ez a Fidesz Gödöllői oldala, aminek a rajongója 6700-an vannak, és ezt egy hacker átvette az irányítást, és nagyjából egy hónapig bődületes mellű indiai pakisztáni lányok lengén öltözve, erotikus videóval. De egy indiai hackert miért érdekel a Fidesz Gödöllői oldala? Nem tudom, de zseni volt. Tehát, hogy olyanokat láttál, egy kampánybeszéd nem volt ilyen izgalmas. Tehát ez egy új stratégia volt, amit elkövettek, de most újra a miniszterelnök van, meg újra. Visszatértek a normál kerékvágásba. És le is törölték a múltat. Letörölték a múltat, valahogy visszakapták az oldalt. Nem volt két lépcsős azonosításuk, és a Fidesz 1-2-3-4 ez nem volt elég. Mi is tegnapról egy poszt, gyerekek, hogy visszaszereztük, vagy visszavásároltuk, semmi. Nem, most már csak a szokásos van. Brüsszel vak, föl kell nyitni a szemét. Újra visszaállt a régi rend. Sajnos a nagymelű lányok eltűntek. De volt benne valami szürális, azért azt így végignézni, nem, hogy kicsit. Egy Fidesz Gödöllői oldalán egy hónapig automosás, lengén öltözött lányok, vetkőzés, patakbanázás, amit ezek a mocskos férfiak el tudnak képzelni, minden volt rajta. Soft pornó. Nem durva, csak soft. Figyelj, tehát szerintem biztos, hogy nőtt a látogatás az oldalra. Megduplázták. 3000 valamennyiről indult. 6800. Ne. Tényleg. De, igen. Sose volt ennyire népszerű a Fidesz Gödöllői oldala. Na jól van, Hódmezővásárhely plusz 14, esik a hó, vagy az eső, és kaptunk egy levelet, azt mondja, hogy a Jamina hagyott itt nekünk valamit a hűtőben. Hagytam nektek valamit a hűtőben, és nem azért, hogy hívjatok el az adásba, de itt a számom. 039, ja, azt olvasom be. Jamina, kedves Balázs és Feri, ugye szerintem még nem tudta, hogy te jössz, tehát nem vagy megszólítva, berakott valamit a hűtőbe. Annácska, nézd már meg, léci! Ez egy cetli, ez nem egy SMS. Ja igen, ez egy cetli, itt van, itt találtam most. Nem azért, hogy hívjatok el adásba, és itt a számom. Igen, és hagyott valamit a hűtőbe. Mi lehet a hűtőbe? Na, mindjárt megnézzük. Figyelj, milyen őrület van, hogy kik jönnek hozzánk, hát ez elképesztő. Figyelj, van most már tényleg hajtóvadászat. Tehát, hogy az, hogy mindenkinek ez most már a közös ügye, hogy ide kit fogtok választani, és mindenki. Egyébként nagyon pozitívak a hallgatók. Én nagyon meglepődtem, amikor elkezdtem figyelni, hogy én arra számítottam egy picit, hogy Jani és senki más, aha, és soha többet ide. Never ever senkiben nem teheti a lábát, és mégis kezdik elfogadni, és kezdik támogatni az embereket, úgyhogy szerintem jó az irány. Igen. Hogy
itt vagyok. Na, még egyszer így. Igen. De nem tényleg, igen, mert ugye azért mi elég sokszor mondtuk, hogy nem Jani utódját keressük, így nekünk van. Is jó, ha friss hangok jönnek, meghallgattunk embereket, mi is nagyon élvezünk, mindig másul itt, aztán majd utána elmondjuk, hogy mi a helyzet. Ez egy cukrászati készítmény, ahogy látom, megérkezett egy doboz a stúdióba. Megérkezett egy doboz. Kibontod? Igen. Jó, te finomabban persze. Tudod, én egy kicsit aspergeres vagyok, tehát én valószínűleg széttépem ezt a kibontom, dobozt. Bár az van ráírva, hogy nem Balázs és Feri és szívecskék. Igen, de... Megint egy telefonszám, megint egy ajánlás. Igen. Drága Jamina, de aranyos, ő melyik? Ő a segítségek. Nagy van már itt az egyik DJ-nk. De hogy van a Suzi, meg a Melli, meg a Jamina, meg a enyhén Vegálili, meg a Magálili. Egy ilyen kicsit megrágott. De már, ki. Egy 12 szeletes tortából megmaradt két szelet. Két kis szeletecske. Azt itt, hogy te kicsit kiszáradt, kicsit úgy. Igen, tegnap a DJ-k már nem kérték, kidobni nem akartuk, ezért fogadjátok sok szeretetet. De jó arca, Jamina. Valószínűleg ő is kapta, és akkor egyszer csak bevillant, hogy ez egy megvesztegetési torta lehet a részéről. Szépen visszacsomagolta. Pont olyan, mint az én reggelim. Megvesztegetés. Az is egy bevállalt megvesztegetés. Tudtok élni. Van még egy egyéb eszközötök is, de arról még nem beszélünk, mert ahhoz nagyon korán van. De ez most három. Megnyugodtam, hogy itt nincs egy szereposztó divány betolva a stúdióba. Hát benne nincs, de az elkibe, ha látnál. A szűkítésnél már lesz, tehát amikor már csak öten vagytok, akkor ott... Az első körösnél még csak... Ne volt, aki már kérte a Denis meg a Puskás Petit. Ők már kérték. Ők már jelezték, hogy nekik semmibe. A rózsaszín a jó lánya, Jamina. Segítek. A rózsaszín vörös. Mikor milyen kedve van. Igen, ő a Jamina. Hát nagyon szépen köszönjük ezt a kis torta maradványt. De ez egy nagyon kis humoros meg. Ez egy torta maradvány, egy három szeletes csoki. És csoki torta. De aranyos egyébként. Most ha az, hogy kidobd vagy odaad nekünk, akkor inkább add oda nekünk. Kedves, főleg, hogy augusztusban kapta a születésnapjára. Igen. Na jó, megkóstoljuk azért, eszel ilyet? Vagy te is ilyen mindenmentes, de azért itt a karácsony az durva volt, igen? És most egy picikét visszafogom magam. Ja, ez a januári tisztulás, koplalás. Plusz kis hát az csaj. Nem is koplalás, ez ilyen intim kérdésekkel kész. Hát, hogy mennyire mentél föl? Én értettem a kérdést, csak válaszolni nem szeretnék. Dehogy nem. Szóval nem is az, de hogy én nem szeretem ilyen édességgel kezdeni a napot, szóval szerintem az nem jó, ha az ember édessel kezd, és sóssal kell kezdeni, meg sok fehérjével, meg ilyen dolgokkal. Úgyhogy lehet, hogy majd később. Vagy. Én elég tudományos vagyok, én ilyen nagyon kütyűs vagyok. Igen? Nagyon. Nagyon kiszámolod, nagyon megnézel. Szeretem a dolgok mögött a tudományt is, szeretek utána nézni, dolgok utána olvasni, úgyhogy igen, a fehérje, dús, reggeli, régen a szüleink tudták, szalonnás tojás, az például egy nagyon egészséges abba reggeli. Abba van flow azért, igen, abba van energia. Igen. Na, mi hogy csináljuk? Egy követ fújunk, maradhatsz. Igen? Igen. Igen. Akkor az jó, akkor én tojás reggelizem, akkor én az a jó vagyok. Nagyon tehát, jó hogy vagy. Az jó. Tojás, meg kicsi hal. Tehát a kis konzerv halacskák, hogyha azt beiktatod kétszer mondjuk hetente, aha, főleg olyan, amiben benne van a gerince, és mondjuk azt is, meg az már nem érzetet, nem ropog, meg nem lesz szálkás, akkor az iszonyú egészséges. Mi van a hal gerincben, ami nekünk kell? Tehát rengeteg kálcium, meg az omega 3. Az omega 3-at a hal a gerincében tartja? Megkérdezem, de a hal halat, de van. De persze, mert a halust azt mondják az omega 3-ért, oké. De a kicsi halakban van nagyon koncentráltan. Világos. Hoztál? Van. Nem, hoztam reggelire. De leszaladok érte. Nagyon jó. Akkor nem lövök mellé, akkor jó a reggeli. 5 hónapja eszem minden áldott reggel 3 darab tükörtojást és semmi más. Ez meló, ez nem a szeretet, ezt csinálni kell. Ez nem tudom, hogy ez mennyire jó. Ez azért a monotonitás az étkezésben az nem jó, tehát hogy mindenféleképpen a változatos... Borzasztó durva a monotonitás tűrésem. Most voltam valahol, megállapították, hogy kiemelkedően magas. Hát például hány éve toljátok? 15. Ez brutális. Sőt, jó, de nem volt monoton eddig. Igen, azt jól bírom. Na jól van, játszol egy fekete fehér, igen, nemet? Van kedved? Mert ismered a játékot, tudod a szabályokat? Igen, az első mondatban tudok elbukni. Az jó, hát majdnem mindenki, aki itt volt, az nagyjából így játszott. Tehát nem szabad kimondani a feketét, a fehéret, és ez igen. A feketével és a fehérrel nem lesz bajod, mert az nem fog eszedbe jutni. Az igen, nem, az egy picit rázósabb. Okay. Az egy picit rázósabb. Oké. Okay. Jó? Mi van, ha a vendég bukik, akkor azt kinek írjuk, vagy az hogy van? Vagy akkor senki nem kap pontot? Hát akkor azt senki. Azt nem beszéltük meg nagyon, hogy ez hogy legyen.
Szóval senki. Hát most mindenkit írjunk be. Egyébként az lehet, mert akkor például ugye, ha egy napot volt a Puskás Peti tegnap kikapott, igen, akkor ő ugye 0%-on lesz. Minden vendégtől beszedünk egy 10-est, és a végén mi járunk jól. Ja, hogyha veszít a vendég, igen, akkor hát nekünk fizet. Mert ugye ez a játék, ez úgy megy. Pénzbe játszunk eddig. Kérlek, még nem telt el 27 perc, és már 10 rugóval akartok húzni. Már buktál 10 rugót, igen. Na jó, vagy gyerekek, elmegyünk akkor egy picit hírezni, reklámozni. Jó, ha van friss közlekedés, akkor küldjetek el nekünk. Jó, bármi van az utakon jöhet, mi pedig jövünk a hírek után. 2 perc a pontosan, fél hét. Rövid szó, Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en. 3-7 lesz, pontosan 5 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Jó reggelt. És Rozina, hello, jó reggelt. Hello, sziasztok, örülünk, hogy itt vagy. Tenisz nem, oké, okay, egy kipipálva. Kripto? Kripto, igen? Kripto, igen. Húzzuk a sigulát. Körültéte is a vonatra. Húzzuk a sigulát. Sajnos még az utolsó bika menet végén sikerült felülnöm. Igen, ott beültem, és aztán egy lejtő menetben elindultunk. De kibírtam. Tehát nagyon sokan, akik ott vásároltak körülöttem, mert befűztem a családot. Nagyon jó volt. Eladták a karzollakást, minden. Befűztem a családot, hogy ez lesz az, és utána nyilván egy óriás zuhanással mindenki beparázott, és eladta valamilyen vesztesége, és én kitartottam. És most a felét éri a pénzed, óriási. Nem, most már nem felét, most már, alakulunk. Alakulunk, igen, szebb az egyenleg, erre szokták, szebb az egyenleg egy kicsit. És a családod azon tagjai, akiket berángattál, ők beszélnek még veled? Igen, nem mindegyik, nem mindegyik. Voltak veszteségek. Voltak. Igen, nem csak anyagi, hanem érzelmi, emberi veszteség. Sokan rámentek erre. Na jó, de akkor ez egy jó jel. Szóval akkor még a kriptót tudtam róla. Tehát a kriptót azt tudtam, de az jó, azért annak nagyon örülök. Nagyon szeretem. Igen. Annak örülök, hogy egy kicsi kriptót tudok valakivel megbeszélni. Még valamikor rád is írtam. Igen, persze, írtunk. Rád írtam, mert ugye én nem értek hozzá annyira, hogy szerettem volna valamilyen csoporthoz csatlakozni, akik megmondják, hogy... Akkor hogy miért mit... Balázs hívtad, hogy értőt aztán keresel? Nem segített sokat, úgyhogy... Ezt mindig megkérdezem, hogy neked válaszoltam, de válaszoltam. Hát egy ilyen a hellóig eljutottunk. A Puskás tegnap jelezte, hogy nem is válaszolok. Nem, valamiről tényleg beszélgettünk, igen. Valami dereng volt. Mindegy, azóta vannak új barátaim. Csatlakozzál új csoportokon. Léci, vegyetek be, Rozina vagyok, nagyon szeretnék kriptózni. Igen, a Balázs elhajtott. Igen, ti jó fejek vagytok? Bevesztek egy újat a csoportba? Igen, kicsit ilyen geekesen. Igen, tényleg az jön le rólam, hogy egy ilyen antiszoc csávó vagyok, aki senkivel nem beszél, senki nem válaszol. És tényleg? De hát nem ilyen vagy? Nem. Tényleg nem? Tényleg nem. Hát pedig tényleg ez jön le. De akkor miért nem válaszolsz? Válaszoltam. Egy hellót. Valamit még írtam. Még ott még kicsit elemezgettük is a piacot. Én azt éreztem, hogy ez a kérdést, ezt nem először kapod meg. És hogy te megírtál egy standard választ. Nem és igaz. Hogy de, szerintem igen, de. Nem, én tökre nem. Csak nem, azt nem nekem pötyögted be. Na mindjárt visszanézd. Az egy copy-paste volt, amit megindult a piac, ezek a hülyék mind írogatnak nekem, valamit összeeszkábálok, és azt kilövöm mindenkinek. Vigyázz magadra, csak azzal a pénzzel kereskedj, ami nem fog hiányozni. Sok sikert a kereskedéshez. Egyébként ez nem volt benne. Iszonyú biztató volt a történet, hogy hajrá! Ja, Istenem, basz, és tényleg, te borzasztóan jöhetek le, rá kell jönni, borzasztóan jöhetek le egy a ez a valóság, te egy más valóságban élsz. Hihetetlen, én egy van magadról egy képet, de nem az vagy. Egy borzasztóan kedves, nagyon szeretetre méltó, hihetetlen fénylénynek gondolom magam. Aki megvilágítja az utat az embereket. Hogy így mutatom az utat, és így kövessetek, én egy lény vagyok. Erről meg az jön le, hogy egy antiszos csávó. Helyre rakjuk ezt, Balázs. Jó, 15 éve ezt kapom, úgyhogy. Na mindegy, jó, gyerekek, hát ez van. Itt van a hallgatónk, haló, jó reggelt. Haló, jó reggelt, sziasztok, Imi vagyok. Imre, milyen kis friss hangol vagy ma itt reggel? Honnan igen, hívtál minket, Imre? Korábban, és éppen úton vagyok Ajka felé. Ajka. Úgyhogy negyed úton félreálltam, és... Nagyon jó. És mit csinálsz, mivel foglalkozol? Hát én a Magyar Közútnál vagyok képzésszervező, és jelenleg egy ilyen hatósági vizsgára, egy megszervezett hatósági vizsgára megyek le. Ó, hát
hát azért ettől nem jöttem lázban. Közútkeze, a közútnál vagy előadó, vagy valamilyen fejlesztő? Hát alkalmazottja vagyok a közútnak, és egy ilyen iskolavezetői szakoktatói végzettséggel rendelkezem, és hát ilyen hatósági gépkezelői vizsgák. Tehát amilyen gépek vannak a közútnál, azoknak a gépekre való vizsgákat szervezem meg, így országos szinten. Na, most új autóitok lesznek, ahogy olvastam. Igen. Hála Istennek vannak folyamatosan, most lecserélődik a géppark, és tényleg abban dicsekedhetünk, hogy jó, megbízható új autóink vannak. Na, behúzta a tender. Bebizony. Hát ki már mondjuk... Melyiket nem? Most mit? Mit ki? Na, ki? Érted, ez örömtöm, amikor nyert az Egerszegi. Na, nagy dolog. Hát volt más induló. Azért ez nem olyan nagy meglepetés. Igen. Ja, valami 100 vagy 110 új autó, vagy nem is tudom, valami horror mennyiségben kaptok most új. Kapunk kis autókat, nagy autókat, tehát ez a magyar közút, tehát nem az autópálya. Igen, igen, már más a kettő. Na jól van. Oké, és kivel játszanál? Hát kizárásos alapon, amit mondtak. Amit mondtak, hogy a Rozinával. Igen. Rozinával szeretni játszani. Velem simán lehet, hogy negatív rekordot döntesz, mert én az első mondatban képes vagyok kimondani ezeket a szavakat. Szedd össze magad, nem lehet így hozzáállni. Igen, megcsinálod, meg tudod csinálni. Jó. Imre, rutinos játékos vagy? Nem igazán, többször próbálkoztam, de még egyszer sem játszottam, úgyhogy lehet, hogy én leszek az, aki elsőként érzik el. Így kettőnk közül most. Na, megnézzük. Két nagy reménység. Megnézzük. Mehetünk? Mehetünk? Igen. Na akkor, 3-2-1, és tessék. Szia. Szia, Imre. Te tudod, igen, hogy mit nyersz? Hogyha nyersz? Nagyjából tisztában vagyok vele. Na, mesélj. Mert én nekem fogalmam sincsen róla. Bízom benne. Hát, rádió egyes. Miben bízom? Dolgokat. Hát abban is, bögrét, hogy... kulacsot. Így ezeket, valamelyikét, hogyha sikerülne kicsipni. Minek örülnél a legjobban? Teljesen nem vagyok... De kár érte, teljesen nem vagyok, azt mondtad. Imre! Imre, én nagyon sajnálom, de közben nagyon köszönöm, mert életemben először nyertem egy ilyen játékot. Imre! Igen, legalább Rozinának azt mondja, nem mondom azt, hogy álltatok érted a rajtvonalnál, és mind a ketten oda tettétek erőtök 100%-át. Most miről beszélsz? Én tényleg próbálkoztam. Jó volt, nyertél, ez a lényeg. De megkérdeztem, hogy nekem is jár a csomag? Ha szeretnél egyet. Én felajánlom Imrének. Jaj, a pucs király! Mi a puncsos? Miért pucs? Puncs. Nem tudom, mi a puncs. Azt hittem puncsos. Nem, puncsos. Nem, a puncsos. Tök egy puncs király. De azért egy bögrét, ha van benne bögre, azt kiveszem, Imre. Igen, meg a kulacsot is, meg a tornazsákot. Imre. Na jó, akkor megkapod a Rozina csomagját, jó? Nagyon szépen köszönöm. Jól van. A fény férfi elintézte neked. A fény lény. Csáó, Imre. Hello. Csáó. Szóval kicsit úgy voltatok, hogy előtték a 100-as gátnak a döntőjét, és ti ketten minden egyes gátnál megálltatok toporogni. Ilyen volt a játék. Egyébként az előzőt, amikor itt veled voltam, az sokkal toporgósabbnak éreztem. Most én azt éreztem, hogy keményen beleálltam ebbe a dologba. Ez az ilyen? Ez az? Hát ebben a játékban igen. Úgy tűnik. Jó, vagy nyertél, az a lényeg. Igen. Ez igen, a fontos igen. Benne. Na, igen. Gyerekek, még a hírekig egy gyors sztori. Szeretnék elnézést kérni mindenkitől az autópályán, ugyanis az történik, hogy nem tudom állítani a személygépjárművemnek a világítását, hogy tudod, neked van, vagy nektek hát, van. Világítás van, a gépjárműben van. De nem, hogy van-e világítás, nekem is van, hanem a régiekben volt egy ilyen tekerő, tudod, és akkor lejjebb ment, de ezekben a ledesekben már nincs, az belövik egyszer. Ez egy, igen. És igen, nem igen. Lehet állítani. Meg hát alfa azért ugye azt se felejtsd. Oké. Új autód van? Hát nem, most már egy fél éven állam van, de eddig mindig aludtam, amikor jöttem befelé, és most az történik, hogy akiket elhagyok, pedig nem reflektorra jövök, hanem sima normális fényjel, azok
ideg összeroppanást kapnak tőlem, beáll mindegyik a seggembe, fölrakja a reflektorát, és jön utána, mert nyilván zavarja őket az én fényem. Ez oké. Hogy a tiétekbe ezt lehet még állítani, de most ne, anélkül, hogy jaj a mergo, meg jaj, jaj mivel jelzom. Bömössel most, vagy mivel? Hát na, köszönöm. Na, hát a német, hát az jó. A német hát a, minőség. Hát, na, hát igen. Az olaszok ne, biztos hát, lehet a németeknél állítani, nem? Fogalmatok nincs, rohadjatok meg. Tegyél egy fél téglát előre be a ütővízbe, és úgy is lemegy az eleje. Ha lent van, akkor tegyél a seggébe egy 20 kilós cementes zsákot, és akkor fönn van. De visszavillognak? Hát persze, és én annyira... De nem lehet, hogy annyira öreg vagy már, hiszen is, hogy nincs világításod, és azért, de biztos, hogy azért villognak, mert elvakítja őket? Nem, én azért, mert nem adod rá? Tud olyat az alfa, hogy rád ad a gyújtást, és azonnal rágyja a világítást? Persze. Ilyet tud? Csak ezt már megoldottátok. Kise lehet kapcsolni. Erre rájöttetek, hogy ezt hogy kell. Kise lehet kapcsolni. Ja, hogy mindig automatán van. Tehát nem automatán, az kise lehet kapcsolni a lámpát. Az automatán, nem kell, mit kapcsolgatok. Kisporolták a gombot. Mi nem azért vagyunk, hogy így lefölkapcsolgatjuk a világítást, mi beülünk és nyomjuk, és gyönyörködünk az autónkban. Belülről? Amíg oda megyünk, addig kívülről. Érted? És hogy persze be van kapcsolva, de normál fényem van. Nem izé, nem menet. De figyelj, ismerve őket, ahogy azt kivitelezték, oda mész, és a külső lámpaburat egy pici kalapáccsal is szerintem megütögeted, az akkor úgy picit úgy beáll, vagy jó, úgy lejjebb. Jó, holnap nem hiszem, hogy nagyon körbe lenne szilózva. Rohadjatok meg. Hogy oda tudsz állni? Hogy szemet tudsz köpni? Hát azért, nézd egyből! Tudjuk, mi a német minőség. Ide hozlak, azt nézd meg, rögtön betámadsz. Jönnek nagyon jó ötletek, fújt fel a hátsó kereket, az nem segít? De nagy. Abba a pillanatban egy kicsit megemelkedik, lejjebb megy. Túl fújjam, ez jó. Tuti a durdefekt az autópályán. 2-8-ra fölpumpálom, ez csak olyan cím. És a menüben sincs állítható? Sehol. Tehát menüzted végig ott se? Én azt hiszem, hogy tekerőd sincs. Még tekerő már azért nagyon az régóta nincs. Tehát hogy az nincs, hogy megtekerni, csak kicsit följebb. De szerintem az újakban már nincs állítási lehetőség, mert ott belövik egyszer a izét, azt a ledes lámpát, mert a miénk is ledes, oké, tehát nem izé van, oké. Ledes lámpát egyszer belövik, és akkor ő magának állítgatja, meg mit tenni. Magának, igen, AI. Van. Hát tudod, a miénkbe cicukán van olyan, hogy jönnek szembe, akkor egy kicsit lejjebb vesz, hogy ne vakíts el. Nem úgy, de... mint a bajoroknak a izéje, hogy csak én vagyok a fontos, se index, se féklámpa, mi? Ilyesmi. Most nem tudom, hogy ez mi lehet. Na, akkor szakszervíz valószínűleg. Hát az lesz, most már hívtam az, őket. De jó sávba vagy? Tehát jó sávba vagy? Nem szembe jövök. Szerintem nem az van, hogy most följöttél az embetesen végig az elekedés sávba. Többen írják egyébként, hogy szokták fent látni szembe az autópályán. Nagyon villog, én szarul van beállítva a fényszorom, de jó helyen volt. Jó helyen. Tehát merre jöttek az autók szembe? Bal oldalon? Nem. Jönnek rendesen, irányomban jönnek. Én ugye elmegyek mellettük, mert ők mennek 120-szal, én csak 130-szal az autópályán, és utána elkezd villogni, de most már 10-ből 8, tehát egyre rosszabb. De várjál, de ez miért most kerekedett ki ez a történet? Fél éve megvan a kocsi. Fogytál, híztál, volt valami? Híztam. Az ünnepek után. Nem lehet, hogy az ünnepek után egy kicsit elvileg balra fél szóró, mert kicsit ferdén világít az elől ülök, úgyhogy az lefele kellett volna nyomja, ahogy hívják. Ott egy 10-est fölrántottam, érted azóta, tehát hogy ez akkor viszont az anyósra valamit oda kéne dobni. Hogy ne legyen ferde, ahogy hívják. A dolog, mert pont ma reggel olvastam egy cikket is, hogy követelik, főleg az idős autósok, hogy vegyenek vissza a beépített fényszóróknak az erejéből az európai autógyártók, mert nagyon sok embert elvakít például szemből. De most már nagyon-nagyon régóta van a visszapillantó tükörben egy ilyen kis manuális kapocs. Tényleg? Amivel... Miénk automatikusan sötétedik, csak ennyit erről. Okay. Én a nagymamák autójáról beszéltem, nem a Balázs Merciéről. Amit átbillentesz, és akkor nem vakít. Nem, és akkor nem vakít, igen. Így van. Azt a nagyik nem tudják. De most akkor a nagyiknak szeretnénk ezután elmondani, hogy manuálisan át lehet a vissza... tükröt igen. Billenteni. Van egy kis ilyen kis billenő az alján. Arra akasztják a hajhálójukat, gondolom, meg mindenféle. Meg a fa alakú illatosítókat. Jó, de jó. De a CD-lemezt, ami a lézert visszameri. CD-lemez! Igen. Azt mondja, hogy a LED fényszóró mechanikusan is állítható, de a motortérben azt írják felé. Ha kipakolod a csomagtól,
tartott, az segít. Igen, hát a szenon meg a LED az már egy kicsit macerásabb, azt már nem tudod belülről állítani. Valami automata állítós, de az a bent a motortérből állítható. Na, ezt mondom, hogy azok már automatán húzzák föl, tehát ha beültetsz hátra 220 kilósat, és elkezd fölfelé menni ugye az autó eleje, akkor ő automatikusan lejjebb veszi, uh-huh. De nekem, ha nincs benne semmi, akkor is túl magas. Az nem jól ráteszed az oknidat? Kérdezi valaki. Tehát, hogy fogod a csúszásra. Neked ez a mániád ma reggel, tényleg. De cipőre is zoknit akartál húzni. Nézzük a kérdésük, levezed egy kis sportzoknidat, valahogy ráhúzod a kérdésre. Balázsnak ma zokni a megoldás mindenre. Ma ezt a zokni dolgot nagyon érzem. Na jó, hát akkor irány a szakszerviz. Vagy nagyon szeretnek engem, és tudják, hogy én jövök hajnalba, és ezért köszönnek. De ez, egyébként ez még de simán lehet. Tegnap reggeli, aki 5 perccel jött előttem izével, felkapcsolt fényszóróval, vagy mögöttem 5 percig követett. Na most egyébként ez érdekes, is... én nem villogok, nem nevelek, nem semmilyen nincs. Mert elvakít egy pillanatra, hogy tudjuk. A saját fényemmel verem vissza. De nem... A fényléne, csak mész is egy ilyen sugár. Nem kell ráadnom, érted? Nem adok rá semmit. Le is van kapcsolva már mindennel a kocsiban. Követ egy fényfelhő, és így megyek, és maga a felhő megvilágít. Nem is értem, hogy ti földi halandók, ez hogy csináljátok, hogy csak így világítgatok. Nem nevelek, tehát hogy bejön, belevakít, oké, mondom, jó, elme. Nem villogok vissza, nem nincs bennem egy ilyen érzet. Mit jelez akkor, hogy megvakulok? Igen. És akkor te elgondolsz. Egyszer villogok, ha látom, hogy nincs bekapcsolva a lámpája. Tehát, hogyha a hülye, hát és emiatt világítás. Segítség. Akkor segítek, az igen. Az segítség. Igen, de szerintem kétféle ember létezik. Tehát az, aki tényleg belülről zárt ajtó mögött kommunikál a többi utazóval és a többi vezetővel, meg az, aki nem reagálja le ezeket a dolgokat, de hogy szerint én nem vagyok egy lereagálós típus, meg egy büntető, meg egy nevelő, semmi, egy oktató. Semmilyen nincs bennem. De hát nagyon sok. Az oktatóra visszatérve, tegnap reggel ugyanezt történt. Elmentem. Nem lehet, hogy ugyanaz ez az ember? Nem, minden reggel. Nem, mert nagyon sokan csinálják, tehát nem lehet mindig ugyanaz. Ha ezt de lehet, hogy húzol magad után egy fél szarvast. Vagy de hát mi közünk hozzá, ha én így hiszek szarvast. Mikor elütöttél egy nyugert, egy hetes otlók, hát nem lehet, hogy valami olyan lesz. Egy kéz, itt nem a lámpáltal van a baj, itt valami egész más van. Szerintem azzal, na, tegnap reggel például jövök be, elmegyek a tag mellett, aki beáll mögém, de úgy, hogy ő szerintem nem tudom, 90-nel ment, én természetesen szabályszerűen 130-al, fölkapcsolta a reflektort, beállt a fenekembe, és jött utánam 130-al, mondom, oké, jó, biztos, elnézést, kihúzódok, elkezdek lassítani, mit csinált? Ő is lassított. Nem mert elmenni mellettem. Nem mertem, már 70-nel mentem az autópályán. És de mert azt hittem, hogy meg akarod várni, hogy megrendszabályozz. Igen, vagy hogy ráráncsd. Hogy ráráncsd a kormányt, vagy hogy igen, megneveld. Bennem volt egy kicsit egyébként, hogy befékezek, én lemaradok. Egyébként a Feriben van egy ilyen passzív agresszióról. És nincs! Látod rajta? Szerintem ő ráráncsa, szerintem. Kicsit ráhúzod. Kicsit így, nem az, kicsit befékezt, nem az volt a tervem, hogy lelassítok, beállok mögé, és megmutatom neki, hogy milyen a reflektor. Vissza. Megmutatom, érted? De nem sikerült, mert ahhoz már gyáva volt, hogy ismételten elmenjen mellettem, miután reflektorozott. Aha. Tehát akkor a kedves hallgatókat kérjük, hogy 5 óra 30 és 45 közt a bevezetőn ne közlekedjenek, mert el az elszabadult. Igen, nincs egy durva fika az arcodon, ami messziről is látszik, kérdezi valaki. Éjszaka sötétben, az elég nagy lehet. Igen, mi van, nem is égbátyja, azért villognak, hogy kapcsolt föl. Én azt értem, hogy például megelőzöl valakit, és a te tempódban teszed, utána ő már miért villog rád? Tehát ő mit akar már? Megnevelni, utánad szólni, igen. Jelezni, hogy nem ér előzni? Tehát, hogy ő utólag már miért nevel? Tudod, de van ez az utólag nevelő típus. Megelőző, nem bírja, és levillog, hogy most miért előző. Autópályán? Nem, bár közúton. Bárhol, lakott területen. Kívülte megelőző, gyorsan mész bármi, és levillog. Semmit nem veszek észre ezekből a dolgokból, de sokszor a stop táblát se. Szóval, hogy én teljesen a kis világomban el vagyok, én az a vezetgetek. Nem is nagyon érdekel, igen. Igen, az egy olyan belső tér az autóban, amit ott megteremtesz, nem? Ugye, főleg az illatoddal, a zenéddel, a fényeddel. Fényeddel. Amit hallgatsz, amilyen illat van, tehát az egy ilyen kis, a belső tered. Az igen, az én is jól tudom magam érezni az autómmal. A saját belsőd nő meg vele, azt mondják. Pedig igen? Te nem is vagy antiszociális, és egyedül kell ülnöd. Megyek a saját tempóban, senki nem szól hozzám, nem kell senkivel beszélgetni. Hogy a saját teredet hosszabbítod meg? Persze. Igen, az az autó? Az az autó, a saját tér hosszabbítása, és ezért érezzük azt például az úton is, hogy nekünk több jogunk van, mint a másiknak, csak azt felejtjük el, hogy a másik ugyanúgy megnövelte a saját terét az autóval. Aha. Ilyenkor jön a kakaskodás.
Az nincs bennem valahogy, az nem én vagyok. Na jól van. Nem kóstoljuk meg azért ezt a csoki tortát, gyerekek. Te mondtad, hogy nem. Azért egy tojást marad... tegyél előtte. Jó, 8-as tojást megvárjuk, jó? Nem hozott. Hoztam tojást, hoztam enni. Egy tojásos, farmos, kézműves. Kézműves, farmos, kézzelkészített. Extra bio. Igen, glutén, laktóz, élesztő, mindenmentes. Megnézzük. Jó. Jövünk mindjárt 2 perc, a pontosan 7 óra, ha van friss közlekedés, küldjétek, mi pedig jövünk mindjárt. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! Bocsánat, csak feltartott a Rozina, 7 óra után 9 percet itt vagyunk, jó reggelt kívánok mindenkinek. Nem, hát annyira renitens. Renitenskedek már 7 órakor. Igen, behozta a lepényt, még nem ettünk, de kaptunk. Lelepény ez, érted? Hát Franciaországban guillotin jár ezért. Hát valami zsemmiét, ott valami kiflit hozzá, valami sajtos kiflit. Ezt az alázást. Mit kell mondani? Mi az? Ez egy kis. Kis. Kis, igen. Nem volt nagy, az igaz. Igen. Ez egy kis, ez egy ilyen tojástorta, tojás sós cucc. Jó. Mindenféle zöldséget beleraktam otthon. Találtam, kis tojásos cuccal sajttal összesütöttem. Könnyelműen mondtam erre 7 órakor nem állt. Rozina bejött, hogy kérem, mondom, még nem, a 8-kor, de ezzel lehet, hogy 8-kor belekedjelni. Én sem bírok még ilyenkor enni. Meg Anna, mint a Pavlov kutyája, hogy beállított erre a 8 órás tojásra, 3-8-kor elkezdek nyáladzani, 8 óra 5 percen már jól érzik a szem, és 8:00, akkor megérkezik 3 darab tojásra, egy patekóra. Ő egy patekóra, tehát nagyon durva. Alábecsüljük, hogy a cirkádián ritmus az mennyire fontos, tehát mennyire fontos. Mi van? Milyen hát nekem a cirkádián ritmus, hát ne vicce, hát most is cirkádián ritmusban vagyok. Én állandóan cirkálok. Mindannyian abban vagyunk, persze, hát ez az, hogy a az alvás, belső evés, pihenés, igen. Van, hát alvás, evés főleg egyébként. Szarás. Egyébként nagyon fontos. Nem volt, hogy nincs benne az első ötben. Tehát azért, amikor oda hazérsz, ott vagy, leülsz, tudod, hogy nincs senki, az köszönöm, jaj, de jó. Mennyi húzok egy triulát. Akkor ez a csajoknak is, tényleg? Hát azt most így általánosítsunk, hogy a nőknek fontos. Nem, mert tudod, ők azért olyan piromkodva mondják, gyorsan rápattanak, hopp, már jönnek is. Nekünk az ott ért, én egy életet leélek. Tehát, hogy... Az is egy külön belső világ, mint a kocsi. Hogy? Így van. És mész az, és nincs senki, plusz 20%, amit rátesz. És olyan nyitott ajtónál csinálja. De tényleg így van. Igen, fontos. Na jó van, szóval, hogy hol tartottuk? Ugye a lepénynél, vagy a cirkádián ritmus. Tartottuk, hogy nagyon fontos egyébként a szervezet számára ugyanakkor enni, ugyanakkor aludni, tehát hogy nagyjából ez így be legyen állva. Például ugye én csináltam ezt a reggeli műsort még a közös munkahelyünkön. Volt ilyen reggeli műsorod? Hol? Balázs, most te szórakozol vele. Én nagyon szórakozom. Hol kell? Hát a közös munkahelyünkön. Az RTL-en te reggeliztél? Nem, másfél évig életem. Nem hagytál nagy nyomot. Nem hagytál még nyomot. Nem tudom, hogy egyébként ezt... De képernyőn voltál? Vagy csak bejártál? Mi van, ha sminkes voltam-e? Vagy mire gondolsz? Bejártál szerkesztő. Szerkesztő. Bocsánat, én tényleg egy kicsit... Nem tudom egyébként, hogy ez... Én nem tudom, hogy ez nekem sértő, vagy az RTL reggelinek, mert mondjuk az tényleg nem nézi senki azt a műsort. Ez figyelj, nem, ez mind az éhülyeség, semmit ne vegyél magad. Én nekem ez semmi, nem, ez egyáltalán nem emlékeztem. Egy fénylénytől nem ezt vártam volna. Már reggel is mondtad, hogy te keltél másfél, és nem, nagyon kattogtam ott, és hogy mikor vagy hol, de én rádióra asszociáltam. Én a reggelit volt... csináltam másfél éven keresztül. Hát figyelj, ott azért jönnek-mennek, tehát hogy... Ez is igaz, egyébként, meg nem is nézi senki, ugye? Ez nem vagyunk ilyen, biztos nagyon nézett. Inszomniások, aludni nem tudok. Igen, viszont ott az volt a baj, ugye, hogy az heti 3-at van, tehát heti 3-szor kell műsort vezetni, tehát nem tudsz ráállni erre a történetre, és akkoriban azért én még erősen a vendéglátás mélyén voltam, és az éjszakát sem vetettem meg, ugye a belvárosban, úgyhogy az nekem egy nagyon nehéz időszak volt. Aha. És akkor az RTL-nek is. Igen, gyorsan búcsúhoz is vezetett, röpke másfél év után ez a történet, de hogy egyébként én szerintem ti például, akik átálltok erre, és akkor konstans akkor keltek, ez egy sokkal könnyebb történet. Igen. Majd mesélünk, nem igen, az. Igen, egy igen. Év után nem az. Abszolút, egyébként van egy ritmusa, szóval, hogy én, és azt mondják, hogy van az a típus, akinek ez jó, és kell is, hogy az életének legyen így egy van. Ilyen ritmusa. Szerintem hogy, és én nekem ezt állapították meg, hogy nekem nagyon-nagyon monotonitás tűrésem, de nekem ez kell, hogy, ez, hogy valahogy keretek közé legyek szorítva, egyébként teljesen elrepülök. Tehát, hogy mikor fekszel, mikor kezdsz, ad egy ritmust, ad egy igen. Egyébként ezt mostanában voltál egy ilyen vizsgálaton? Szükségét érezted, hogy mindig elmegyek valahova.
Lendítenek egyet. De ezt a monotonitást, ezt hol tudják? A személyiség típusodból megnézik, hogy milyen vagy. Ez, de ez melyik Matrix szerint? Mert sok ilyen Matrix van. Ez az asztrológus Csajci mondta, aki itt volt velünk a hét évkezdésnél, hogy ránézett a képedre, és megmondja neked, hogy igen, ennek a típusnak a hold a bakban, a vízöntő a rákban, a nem tudom, azzal a születési bolygó együttállással, az a fajta monotonitás tűrés, az neked jó. Tehát neked, hogy neked ez kell, bármennyire is fárasztod, erre van szükséged. Mert erre vagy trenírozva. Igen, a személyiséged ilyen van, aki egy hét után föladja, mert nem bírja elviselni, hogy keretek közé. Tessék? Egy fogóról. Hát egy ilyen alsógatyás képet mutattak a Balázsról. Egy fecskivázogáltam egy spózban, és mondta, hogy Balázs neked egy olyan monitorítás tűrését. A Judit, a Liszka Judit volt ugye asztrológus, és mondta, hogy megnézte a képletünket, egy kicsit ránk nézett, nem mélyen elemezte, de hogy az én típusomnak ez nagyon jó. De ez ugyanaz az asztrológus, akinek a kínai naptárját előszoktátok kapni. És minden nap posztolom. Igen, és végre van tartalom. Végre van tartalom, igen, most, igen. Most ezóba vagyok, minden nap posztolom, hogy milyen nap van. Csak ez mondom. A hosszú sikernapja? Csak jelzem, hogy ma hosszú sikernap. Igen, hosszú távú sikernap. Hosszú ma. Távú sikernap. Tehát amit ma elindítasz, befektetsz, beleraksz energiát, az megindul, kibrügyezik majd. Tehát nem ma lesz az aratás, egyszer ma csak belerakod. Egyszer meghozza a gyümölcsét, hidd el. Köszönöm. Tehát ma nem kapok gázsit, de lehet, hogy legközelebb igen. De hogyha ha ma itt vagy, igen, ha nem a lejtmenet napon vagy, az fontos. Kezdesz alkudozni, még nem is mondtunk semmi. Már a gázsi, nézd meg, de vannak negatív napok is? Persze. Van kockázatnap, van lejtmenetnap, van elmenetónap. Január 8-án, hogy elkezdtük ezt a műsort, akkor pont lejtmenetnap volt. A kecske napján egy olyan lejtmenetbe hasítottunk felé, mint a húzat. Fémnapon lejtmenetnapba indítottuk múlt héten hétfőn. De most a hosszú távú sikernap. Vagy amit ma megteremtesz gondolatban, vagy aminek energiát adsz. Tehát, hogy ma ez egy fontos nap lehet, de akár csak vizualizálni valamit, vagy elképzelni, vagy kilépni valamiből, vagy újrakezdeni. Szóval ez érdemes erre időzíteni. Na, szóval például cégalapítás, vagy vállalkozás. Kínaiak mindent e szerint csinálnak. Igen. Tök jó. Megnézik, igen, hogy milyen energiája van annak az adott napnak. Nézzük, mennyien vannak, és milyen sikeresek. Igen. Na mindegy. Jól van, gyerekek. Egyébként megnéztem az üzenetváltásunkat, tök cukit írtam. Én nem mondtam, hogy nem cukit írtam, csak az utolsóra nem válaszoltál. Ja, hát arra kérdés, hogy Balázs, akkor vegyek. Volt az a standard üzenet, ami egyébként mindenkinek ment, és utána én feltettem még egy kérdést, amire soha többet nem jött válasz. De nem baj, figyelj, egy fénynénytől az ember nem várhat többet. Igen. Igen, arra már nem. Na, mondom. Nincs valami kriptocset csoportod, ahova be lehetne kerülni? Egy csoport, amit ismersz, igen, amiben meg lehet bízni. Hát erre már nem jött válasz. Mert ugye én mindenkitől hallom, hogy ilyen Discord csoportokhoz csatlakoznak. Igen, nyomják, minden, igen. Na de annyi kamu van, meg annyi helyen elkérnek mindenféle pénzeket azért, hogy neked tanácsokat adnak, és közben meg csak lehúznak. Szépen, úgyhogy, így is buktáztál, úgy is buktáztál volna, nem mindegy. De nem mindegy mennyit. Ja, az igaz. Hát ha már az ember félrerak egy kuporgat, egy adag pénzt, hogy azt elbukhassa. Legalább valami maradjon belőle. Na jól van, oké, gyorsan egy közlekedés, megnézzük, azt nézem, hogy fontos útinfo, 6-os főúton 171-es Kavicsnál, Pécs felé a Szerpentinen felfelé egy műszakhibás kamion vesztegel a kanyarban, óvatosan ott szabesszotok küldte ezt nekünk, köszönjük szépen, 063-111-111 az SMS számunk, ha van valami, akkor küldjétek el, hogy tudjuk mondani. Fogalmam sincs ki ez a csaj, de egész jó. Látod, szóval jönnek ilyen cuki dolgok. Nagyon jó. Az, hogy ne essősze, mindenki nem ismer. Egész barátságos környezetbe jöttél. Igen. Na, több mint 2 millió forintot fizetett, képzeljétek el, a Budapesti Közlekedési Központ BKK szerint a kigyűjtött 2023-as top 10-es egyösszegű pótdíj befizetés győztese. 2 millió forintos pótdíja, gyerekek. Ebből nagyon-nagyon hosszú ideig éves bérlettel utazhatott volna. Ők minden évben kiadják, 19 évig utazhatott volna ingyen. 19 évet utazhatott volna ingyen. Amit most egybe be kell, ez egy utazásból van ez a 2 millió forint? Hát de hova ment volna a BKV? Ez halmozott büntetés. Ja, de várjál, akkor egyszer elkövet egy bűntényt, és utána erre ilyen kamatos kamattal róják ki. Igen. Amit nem fizeted be. És minden évben kiadja a BKK, hogy mi az, amit befizettek, mi az, amit be tudtak hajtani, elrettentő szándéka, hogy nem éri meg ennyit várni, mert hogy a pótdíj megnő ekkor összegre,
évre. És, ez mennyi idő alatt nőtt meg? Szerintem itt nem erről van. Tehát a 2 millió forint az nem arról van szó, hogy neki volt egy 4000 forintos büntetés, ez az 2 millió lett, hanem arról, hogy nagyon sokszor kapták igen, el, igen. Nagyon sokat tett hozzá, és 2 millió forintot hajtottak be rajta, majd ő vette egy nagy levegőt, és egy összegben befizette, mert rájött, hogy ez tovább fog nőni, és nem akarja, hogy tovább nőjön. 2 millió 16 ezer a rekord, 1 millió 6 a második, és 1 millió 4 a már harmadik helyezett. Oly. De ez hogy van? Fejtsük már meg ennek a lélektanát. Tehát, hogy téged elkapnak többször. Van már egy 100 ezeres, 200 ezeres büntit. Abból már ugye kijön az... Az éves bérlet. Az éves bérlet. Igen, 200 ezerből már kihozod. És gyűlik-gyűlik kapod a felszólítókat, és egyszer csak rájössz, hogy fú, ez tényleg durva, ezt be fogják hajtani, az 500 ezremből 2 millió lett, oda megyek, és bekesselem a 2 milliót. Balázs, neked milyen a viszonyod a parkoló büntetésekkel? Na, ez egy jó kérdés. Amikor, rendesen fizet. Amikor régen elkezdték ezeket behajtani, akkor már én ügyvédi irodáktól kaptam levelet, hogy a 7000 forintos bérletből, vagy parkolójegyből már ilyen 30-50-60 ezres ügyvédi felszólító levelek lettek. Ezt volt idő, amikor átvették ilyen ügyvédi irodák, meg ilyen tartozás behajtó cégek. Engem egyszer lecsuktak. Tényleg? Nem voltál bőribe? Esküszöm nektek, hogy... Büntetett előéletű vagy, de úgy, hogy igen, tilosban parkolás miatt, de úgy kérlek szépen, hogy felhívott engem egy rendőr, aki azt mondta, hogy ő igazából csak át szeretne nekem adni egy csekket, mert nem találnak engem a lakcímemen. És hogy találkozzak vele. Nem is mondta talán, hogy rendőr, csak hogy egy csekket szeretnének átadni. Oda mentem, előkapta az igazolványát, fölrakta a kis izét a nyakába, oda sétált, és azt mondta, hogy akkor most tessék velem fáradni. Jó, hogy nem bilincselt meg. És mondom, hova? Hát megyünk az Őrsre. De mondom, hogy munkahelyemre megyek, nem az Őrsre, ne őrítsenek már meg. És kiderült, hogy hát egy 200 000 forintig elmentek a parkoló bírságok, de nagyon régen volt egyébként, úgyhogy nagyon sok pénz is volt ez a 200 000. Mert akkor ugye kevesebb volt még a bünti, mint most. Igen, és elvittek, és az Apor, Romer Flóris mellett van a második kerületi kapitányság, és engem ott előállítottak. Wow, tehát ahelyett, hogy bementem volna a munkahelyemre, új lenyomatot vettek, lefotóztak. Rabosítottak, beraktak, elvették a telefonomat, és még utolsó szó jogán anyámat felhívhattam, hogy mama, hogy kapja fel két kilót, fogjál magad az két kilót, és azonnal gyere értem. Mama dobott egy hátat. Anyám dobott, nem először egyébként, tehát én nagyon-nagyon rossz gyerek voltam, de hogy igen, és akkor egy pár óra elteltével az anyám is benhagyott, tehát ugye, nem rohant. Sietett a mama, jó van még. Hát azt mondta, hogy na, akkor kisem ezt gondold át, és akkor délutánra kiszabadultam. Aha, délutánra hozott ki. Na, akkor, de akkor mi a pszichológiája, hogy nem fizeted be? Amikor megkapod az elsőt, mint például ő megkapta az elsőt, miért nem fizetted be? Szerintem itt két típus van, aki elfelejti és görgeti, és nő is el is felejted, nem szétszórtság. Aha, és én szerintem ő az, aki folyamatosan blitzel, mindig elkapják, és időben rájött, hogy ezt be kell fizetni, mert csak nő. Tehát ő szerintem ijegységből kifizeted, ő nem egyszeri blitzelő, én azt gondolom. Tehát nem, egy mert 17 bünti... év alatt jött össze, vagy valami. Nem, 19 évig tudna ingyen közlekedni, de nem. A 17 év alatt jött össze. Azt mondja, hogy valamennyi végrehajtási eljárások alapján 5-8 év elteltével teljesítették a pódi az utasok. Igen, akkor ez 5-8 év alatt jött össze. Így lett a 2 millió forint, azért azt gondold el. Nagyon-nagyon sok. Tehát, hogyha legelején 5 vagy 7 évvel ezelőtt megveszi a bérletet, akkor megúszta, mit tudom én, nem tudom egy vagy. 2 millió forintra ment föl. Most jelen pillanatban 50 ezer forint a késedelmi pódi, ha 30 napon túl fizeted be a pódiat, tehát 12 ezerről indul, 25-50 ezer. Most ezek szerint ő 40 ilyet követett el, és abból jött ki a... Vagy hát pedig ez hosszú egyet... évek alatt, nem, ez most idei, igen, ez a sztori. Igen, tehát... oké, de ezt egyet követett el, és az nőtt föl 2 millióra? De 50 fölött nincsen ilyen tovább szorzás. Nem írja. És nem is évül el, és nem is tudod, és tehát nem és tudod. És abban egyébként az aztán ügyintézés ügyvédi díjak, így van. Mindenféle horror dolgok vannak. Én most kaptam a rendőrségtől egy olyan papírt, hogy nem fizettem el, ami 10 ezer forintot, tilosban parkolással lógok, 10 ezer forint, de most már olyan papírt küldtek, amit szerintem akkor neked is elküldtek, hogy előállítanak, de már nincs rajta ezen tök nagy hülyeség, hogy a rendőrség küld egy olyan papírt, hogy te nem fizetted be, ez átváltják leültetésre, napi 5 ezerre leülheted, de már nincs ott a bankszámlaszám, csak egy külön levél, ahol téged már felszólítanak, hogy nem fizetés miatt elő fognak állítani.
De ez körülbelül egy hónapja volt, én azóta se fizettem be. Tehát akkor most akár meg is jelenhet a jard, és visznek már volt ilyen, engem is bevittek az érdi rendőrségre. Megálltak Diósdon a ház előtt, 5 óra 50-kor elindultak, és áll a rendőr. Mondom, hova megyünk? Mondja be az őrse. És hívtalak titeket, hogy gyerekekkel élök egy rendőrautó hátuljába, engem visznek. És ott bekesselted, tehát hogy befizetted. Nekem nem engedték a kesset. Nem, én kérdeztem, hogy kártyával lehet fizetni, de nem lehetett az őrsön. Én gondoltam, hogy leülöm. 2 napot kell ülnöm a 10 000-ért. 1 nap az 5 000 forint. Csak azt nem tudom, hogy ez végleg megmarad utána a Prius? Tehát Priuszod lesz. Igen, ez büntetett előéletű leszel. Tehát én azt mondom, hogy csak én nem fizetem be az 5000 forint. Bocsánat, nekem most, erre most nincs pénzem. Én leülöm 2 napig, bemegyek, olvasok, el vagyok ott, meditálgatok. Egy fénylényként bevilágítod a börtön. Sziasztok, hogy vagyok, jó vagyok. Már te hülyesz. Gyere csak ide úgy, gyere ide, te kis szőkerceg. Én 4 éve vagyok itt előzetesben, már nagyon vártalak. És akkor azt mondják, hogy 2 napra beváltható. De nem írja oda a hülye, már nem a rendőr, de nem a levélíró, nem írja oda, de ha amennyiben itt is ezen a bankszámla számon befizeti, akkor még van lehetőség. Most nyomozzam ki, hogy mikor büntettek meg, mi a bankszámla szám. A rendőrség már csak behajtja, de nem ők bűnt, szabálysértés. És most azt várom, hogy mikor állnak be a ház elé. Meg kellett, hogy előzze. Hát egy csomó levél jött valószínű. És azokkal mit csináltál? Hát ezeket visszaküldik, mert tértivevénnyel jön, csak nem ürítem a postaládámat, ezért visszaküldi a rendőrség, nem veszem át ugye ezeket a leveleket. Én ezt úgy oldottam meg, hogy költöztem, és nem írattam át az új címemet. Tehát én már meg se kapom ezeket a leveleket. Nagyon jó, és akkor valószínűleg 10 milliós ilyen tartozásod. Lehet, hogy a következő ilyen cikkben én leszek. De és akkor ez most minek számít? Ez szabálysértés? Vagy akkor ez... Elméletileg igen. Igen? Hát, nem rabolták ki senkit, nem öltél meg. De egy szabálysértés, miért rabosítanak? Hát nem bűncselekményt követtél el, te csak szabálysértést követtél el, nem? Én magam is kérdezgettem, de nem jött válasz, csak csattant a böri ajtaja. Ez nagyon durva. Igen, ez jó régen volt. Rancón mögött voltál. Jó régen volt, jó régen volt. Fesleter kölcsűnő személy. Tehát ha egy szabálysértés miatt beülök 2 napra, mert mondjuk engem, ha jövő héten elvisznek a ház elől, és azt mondom, hogy felé nem tudok jönni, bevittek, akkor nem lesz Priuszom, és 2 nap után kijövök. Igen, de akkor nem mondd, hogy nem ülöm le azt a 2 napot. Hát az egyszerűen a Farkasházi ezt megcsinálta. De ilyen kötelező ledolgozás már nincs, hogy söpörgetned kell a deákon, meg ilyenek. Lehet választani szerintem a leülése, a társadalmi vagy közmunka, ugye közmunka. Úgy mondják. Aha. Hát akkor azt most már megvárom. Most melyiket fogod választani? Én akkor bemegyek és leülöm. Bemész és leülsz. Ha nem, hát de volt ha egy jó ilyen, a volt egy ilyen reality műsor egyébként valamelyik csatornán, hogy celeb cella, ez volt a lényege. Te szerintem akkor letalod. Nem vigyenek el, akkor legyek azon a menzán, aludjak ott éjszaka, legyen egy WC, álljunk sorba 10, tehát akkor mindent meg akarok kóstolni, ami ott van. Ami ezzel jár. Ami ezzel jár, 2 napig, ú, de magány. Bemek leült a 10 000 forintot. Jó, de jó. De nem, hát akkor már jöjjenek. Hát most szerintem jönni fognak, mert nem fizettem be azóta sem. Azt mondjuk nagyon jeti lenne, ha itt most megjelennének, vagy bármelyik nap. De ők ugye a lakcímedre jönnek mindig. Vagy a munkahelyedre. De nem tudják, hogy hol lakom. Hát persze, te is elraktad. Nem, átköltöztem, de nem jelentettem be. Úgyhogy nyomozzanak, csak sose találnak meg. Mondjuk tényleg. Hogy talán üljek, vagy akkor se tudjátok, hol vagyok. Hát azt hiszitek, megtaláltok. Hát azt hiszitek, ott lakom. Hát nem ott lakom. Hogy találtok? Na, írjanak azok tényleg, akik blitzelnek, drága hallgatók, vagy sokat lógtok, hogy ennek mi a menete, mennyi büntitek van, hogy bírjátok idegekkel, mennyire érzed, hogy élsz érzést, tényleg szóval, hogy ebben mi a ráció, vagy hogy jön ez össze, ki hogy áll a BKK-val, a közlekedéssel, a lógással, a blitzeléssel. De nyugodtan azok is, akik ezt egyébként mélységesen elítélik, ez egy rohadt dolog, igénybe venni egy szolgáltatást úgy, hogy nem fizetsz. Ez olyan, mintha mi nem fizetnénk a tankolásért, nem? Ezt te nem mondhatod. Oké, de azért utólag fizetek. Szóval, hogy az sincs ingyen. Én nem bírom, ez a blitzelést én nem bírom egyébként. Ez nem egy korrekt dolog. Tehát igénybe veszel egy szolgáltatást, viteted a seggedet, meleg van, de azért lógsz, mert hú, de jó érzed, hogy élsz. Szóval ez nem korrekt, nem? Igen, az autónál az van, hogy az a ott tiéd. Ott se tudsz lógni. Ott nem is akarsz így ebben formában lógni. A közös... ségi közlekedés szó, az mentesít egyeseket. Hogy ez felhatalmaz arra. Nem az enyém, nem a tiéd, nem téged károsítalak meg, Bazsikám, érted? Tehát ez nem a miénk. Még ez olyan nyomorúságos, hogy nincs egy ellenőrző rendszerünk. Igen, vannak haverjaim, akik úgy vannak vele, hogy vannak fizetős közlekedési eszközök, ilyen például az első ajtós busz meg a metró. Ahol száll, igen. Igen, és akkor vannak becsületkasszások. A villamos, a metró. Villamos. Az hát a baj. Metró nem ott kötelező. Ja, mondjuk ott igen. Igen, a villamos.
villamos, meg ilyenek. Ahol csúszkálnak egy kicsit. Hát ott igen, ott lehet. De ez egy hülye rendszer, hogy nem a rendszer hibája, hogy nem kérnek számon, de azért ez Európa közepén, jó, kicsit keletebbre. Kellett közép. De hogy még mindig ott tartunk, hogy te le akarsz sétálni a metróba, vagy föl akarsz állni a villamos, senki az égetet nem ellenőrzi, szóval hogy azért ez kicsit bele is hergelnek ebbe. Hogy nincs egy kapu. Lehetővé teszik. Ez ma már nem így van. Hogy a mézes madzagot húzogatják előtte. Igen. Hát Párizsban, Londonban nem tudsz lemenni a metróba. Kapuban... Egy buszra nem tudsz felszállni. Egy buszra nem tudsz. Ott első ajtó, már csippantod, nézed. De metróra Magyarországon se lehet jegy nélkül felszállni. De hogy nem, miért ne lehetne? Most két fogatlan sávot áldogál és nézegeti a telefonját. Nincs már kapu. Te mikor jártál kicsi mutája a metróba? Egy 20 éve. Azért menj már a Pöttyös utcába, nézd már meg, hogy milyen állapotok vannak. De a kapu az két helyen volt talán. Tehát nincs izéze. De azért te sem vagy egy nagy BKK-s, azért ezt most azért elárultad. Nem is akartam ezzel büszkélkedni. Utoljára a New York-i metról üldögöttem. Tehát, hogy ne se kapu, fele, semmi. Tehát ha akarsz, lesétálsz, áll egy ellenőr, ránézel, bemész, az is simán ingyen közlekedsz, simán. Halált lé. Hát akkor meg... De akkor mind csodálkozunk. Igen, nem? Mind csodálkozunk. Ugye, hogy azért ez így nincs kiépítve. Na írjatok, drága hallgatók, jó, várjuk az SMS-eket, jövő mindjárt 2 perc, pontosan 7:30. 3:48 lesz pontosan 6 perc múlva, jó reggelt kérünk. Minek ez nem egy rossz dal. Nem egy rossz dal, de elhúzzuk. Hallgassuk meg otthon Spotify-ra, valakit annyira érdekel. Igen. Itt vagyunk, hello, Rozina a vendégünk ma reggel. Csáó, Rozi. Sziasztok, valami a Zsül mutogat. Ne törődj vele. Ne. Az semmi dolga. Vagy nem kap levegőt, vagy szívinfarktus. Hívja a mentőt. Anafilaxiás sokja van, éppen megcsípte egy darázs, mindjárt megfullad. Mindig a műsorod az első. Ez egy segítségkérés. Annyira cukik a vendégünk, mindenki riadtan néz a Zsűr, hogy miért mutatja hogy az oké jelet, az, ami a egy perc azt van a megszólásból, a vége, az idő, az integetés. Ezt értettem, most de az hát időjárás. Újjal mutogatott, érted? Igen, az időjárásra mutogat, hogy mondjon valamit a Feri. Ferenc, valami biztató. Hajrá! Hideg volt, s meleg lesz. Meleg lesz, de aztán megint hideg aztán lesz. Aztán megint hideg lesz. És már holnap hideg lesz. Köszönjük szépen, megtámogatjuk. Az időjárás jelentést a szatmári épületgépészeti és fürdőszoba áruházak támogatta. Szatmári, fűtésben is szakértő. Nagyon jó. Na, mi pedig ugye a büntikről beszélgettünk meg egyáltalán a BKV, BKK-ról, hogy 2 millió forintot fizetett be valaki gyerekek, 5-6 év késedelmi pótdíj, meg helyszíni pótdíj, meg alappótdíj, meg eljárási díj, meg mit tudom én miután, 2 millió forintot bekeselt, ebből 19 évig utazhatott volna a bérlettel. Tehát, és arról beszélgettünk, hogy a rendszer hiányossága az, hogy mi lógunk, a magyar ember gondolkodása, egyáltalán elítéljük a lógókat, vagy vesznek tőlünk el annyit, mint ahogy írják sokan, hogy én így adom vissza. Az államnak. Kicsit a blitzelőkkel vagy. Igen, én el kell, hogy mondjam. Tehát amikor én fiatal voltam, az vagyok, ez egy nagyon hülye mondat volt. Ez tehát igen. Amikor még használtál BKV-t. 90-es, 2000-es években iskolába járás meg ilyenek, én akkoriban blitzelgettem. Tehát, és valahol szerintem van egy ilyen kozmikus számlat. Nem mindig kell blitzelni, de néha lehet. Tehát néha, ha sietsz, elfelejtetted, lejárt a bérlet, nem? Tehát, hogy belefér. Tehát fizetek én TB-t eleget, meg mit tudom én mit. Akkor ezért én nem inkább fizettem TB-t. Ugye nem látom az összefüggést a TB és a BKV egy között, de én ezzel nem értek egyet. Csalók vagytok, igen. Loptok mindannyian. De most, ha tényleg, ha sietsz, most igen. Inkább késsek el, mert akkor még nem volt ilyen BKK. Gyerekként én ezt tökre megértem, meg fiatalként, ez így klassz. De felnőttként valahogy járulj hozzá, hogy oda megy a busz a házad elé, felszállsz rá, vagy a villamos, elviszi a kis pihepuha popsidat, vagy a metró, szóval, hogy, és én is állandóan lógok. Bár amióta gyerekekkel közlekedem, azóta nem. Már mint hogy te is állandóan lógsz. Ha valahova megyek, mondjuk lerakom a kocsit, és BKV, sose veszek. Na, sose hát veszek. De mindig van egy lelkifúrim. Mindig van egy lelkifúrim, hogy szemét dolgot csinálok. Tényleg. Igen, mert igénybe veszel egy szolgáltatás, aminek díja van, ami pénzbe kerül, tehát és nem jó érzés. Legkellemetlebb az egészben, hogy a blitzelők ugatnak a legjobban, hogy mérjen a járat. Azért, tesó, mert nem fizetted be, és nem tudunk újat venni. De hát több milliárdos kára van ebből az utazás szolgáltatónak. Amit egyébként mind becsületesen arra költene, hogy takarítsa és felújítsa. De nem jó a gondolkodásod, tehát előbb mi tegyük meg azt, ami kötelességünk, fizessünk mind be a jegyet. Mind például az egészségügy, nem? Tehát ott is megteszed a kötelességedet. Na, azt adom, igen, azt és adom. És
akkor, és mennyire jó is. Tehát jó, meghalsz. Most nyertél. De hogy egészen addig nehéz azt mondani, hogy miért nem ilyen, meg miért nem olyan a közösségi közlekedés Budapesten, amíg blitzelünk rajta. Ez ha olyan nehéz. Akkor azt mondhatnád, hogy gyerekek, én fizetem, megveszem az éves bérletet, de na de hát mondja ő ezt az élet más területén, és mégse történik semmi. Tehát ahol legalább megteheti, ott megteszi a blitzelést. Igen, csak itt ez olyan nehéz. Itt visszakap egy kicsit. Ugye azt mondja valaki, hogy olyan szar a szolgáltatás. Hadsz, mert nagy a haszna a multinak. De nem, mert ott nem. Az jó az érv, jó az érv. Tehát akkor a multid, akkor lopjál az Osamból, mert úgyis annyit visz neki külföldre. Ne, szegények, ne onnan. Akkor lopjál a Tesco-ból. Tehát neked lopnál? Ez lopás. Ez egyenlő ez, a lopás. Nem, ez megkárosítás, lopás. Igen. Igen, az ő jogos hasznát, és most tök mindegy, hogy ki mire használja, meg ki viszi el, ha elviszi valaki. Érted? Ez olyan, hogy bemész a boltba, tulajdonképpen most olvastam, hogy ez a nagyvállalat 5 milliárd forintot keresett a tavalyi évben. Hát a francot, akkor én ezt lelopok belőle 500 ezer forintot. Hogy ellopsz egy Apple, egy iPhone-t, és azt mondta, hogy figyelj, éves szinten most fizetnek osztalékot, brutál 100 milliárdos, nem tudom, nyerességből, akkor egy telefon belefér. Van lelkismeret furdalásod, de miért nem veszel jegyet? Lustaságból. Te egy lusta fénylény vagy. Ráadásul beállok a megállóban, nincs automata. Tegyék lehetővé, hogy megvet, hogy jöjjenek a szarindokok. Tegyék lehetővé mindenhol, hogy megvessen. Fogaskerek küzdöm a gyerekkel. Miért nem teszik lehetővé? Mert blitzelnek, és nincs pénzük rá. Igen, de egy ördögi kör. Sokan meg azt mondják, hogy szar a szolgáltatás, miért fizessek, ha úgy sincs szolgáltatás, ezért felszállok ingyen. De a felszállok ingyen miatt is rossz a szolgáltatás. De tehát azért ez egy nagyon nehéz kérdés. BKV-s vagyok, BKK-s vagyok. Tehát igen, ezek... mondjuk három autós beszélget. Igen. Sofőrnél is lehet venni. Drágábban, tehát nem annyiért, de lehet venni. Tehát az már nem, ilyen nincs. De most a villamos sofőrnél. De a villamoson nem mindig, most ott bekopogok, hogy elnézést szeretnék. Annyira hülye voltál, hogy nincs jegyed. A kombinó villamosát csókolom, tessék, hogy a zöld a lámpa, és mindjárt tetszik indulni, de tessék már nekem kettő darab jegyet ad, és az a kombinó sofőr. Árulnak jegyeket a buszon is, drágábban árulnak, de tudsz de venni. De ott az applikáció. Vannak, hát te már ennyire butuska voltál, na, ne legyünk. Na, ne de most mentem, én például sokat fogaskereküztem régen. Igen, ott is tudsz. Fölszálltam a, nem tudom, a János kórháznál, hát rohadtul nem volt a semmi. A fogaskerekű az más. Én a az egy nosztalgia járat, az innen rúgat. Igen, azt szeretjük. Igen. De a taxiból is úgy szállsz, hogy nem fizetsz? Az applikáció levonja. Használj BKK applikációt. De így van, most már van BKK applikációm, tehát van, és nagyon nehéz volt az első jegyet megvenni. Egyébként az egy buszon történt. Ugye remegő kézzel, nagyon régóta nem ültem már BKV-n, és fölültem, hogy remegő kézzel próbáltam kisilabizálni, hogy hogyan kell itt jegyet venni, akkor nem sikerült. És aztán otthon... Annyira bonyolult az applikáció? Az első vásárlás. Jaj, az első vásárlás az mindig bonyolult, tudod. Ne vegyünk jegyet, mert szar az app. Ez tök egyet értek vele. Nincs automata és szar az app. Ha valamilyen fogjuk, tök igazán. Ha nem az bonyolult, akkor itt van ebbe az alkalmazásba is. Most nem akarom mondani nevüket, de ebbe is benne van. Mindenben benne van. Saját applikációjuk is van. Sofőrnél is lehet. Automata is van. Minden is van. Nem, akkor ne fogjuk. Ha három lógó autós próbál valami nyomorult kifogást találni. Arról nem beszélve, hogy ugye a havi bérlet az nincs 10 000 forint felnőtt embernek. De ezért nincs kedvezni. 2 milliót bekesselni, gondold le. Azért ez tényleg nagyon sok, hogy 19 évig ingyen közlekedsz. De azt tudjuk, hogy egy büntetés az mennyi? Tehát ha egy blitzelésem van. 25 000, 12 a helyszínen, ha kifizeted, és 25 000. Két munkanapon túl, 30 napon belül befizetve, az 25. 7-600? Hát nekem 9600 forint a bérlet. Az éves, vagy a havi bérlet. És de egy jegy az... 300-400 forint körül van, egy vonaljegy. Amit egy kilobb az automata. Már itt van egy hallgatók, Norbi, hello Norbi, jó reggel, ciao. Jó reggel, sziasztok. Norbi, neked mi volt a csúcs, amit befizettél a BKK-nak? Hát nekem olyan 1 millió 3 volt. 1 millió 3? Atya úristen. Igen, hát az hosszú évek munkája volt, hogy ennyire rugott. Igen. Most így hallgattam egyébként, ahogy beszéltetek. Hát a blitzerésen annyit, hogy én úgy próbáltam egy darabig megoldani, hogy nem vettem meg a bérletet, ugye ez tínédzser koromtól indult, és a legjobb barátnőmtől mindig elkértem a lejárt bérletét, és akkor én azt mutogattam ugye a metróba, ugye a gimi alatt, meg stb. Egyébként rettenetesen sokszor sikerült, hát amikor nem, akkor meg hát ugye jött a csekk, a bünti, a stb. És hát nem fizettem be. És ugye ez gyűlik, és egy idő után átadják ugye ilyen behajtó cégeknek. És ők már viszont nem szórakoznak, tehát ott azért az már elég nyomasztó, amikor egy behajtó cégtől jön a követelés, igen.
Hát meg huncut, tudod, mert hogyha például nem egyezik a lakcímed, és mondjuk nekem akkoriban például a nagymamámhoz szólt a lakcímem, oda ment kitérti vevényel a levél. Mama átvette, de én nem kaptam meg, de még csak rám se csörgött, hogy drágám jött levelet. Úgyhogy, de miért nem vetted meg a jegyet? Tehát miért nem vettél bérletet, miért nem vettél jegyet? 1 millió 3 volt, és 10 évig ingyen utazhattál volna, vagy annyi ideig. Hát igen, most nem tudom, mondhatnám, hogy fú, mert buli, mert volt, amikor ugye még ugye azért tinédzserként a szülők adnak pénzt bérletre, hát én azt inkább bulira költöttem, tehát hogy elmentünk délután a haverokkal ide-oda, biliárd, nem tudom én, és akkor elköltöttem. Megmondom, egy darabig nagyon jól működött az, hogy a barátok lejárt bérletével, tehát meglepően sokáig lehet úgy mászkálni egyébként. A barátok lejárt bérletével? Aha, igen. Magas szinten tart a BKK ellenőrzés azért. Hát de tényleg valami döbbenetes, ugye két, mit tudom én, onott diszkréten elhízott ember ott áll, unatkoztak, és akkor az volt a lényeg, hogy maga biztosan mutasd be, és oda toltam a szemük alá. Ez mondom, hogy rengetegszer sikerült, hát aztán ugye azért nem mindig, tehát hogy voltak szemfülesek. Igen. És akkor ugye mégis is úgy volt, hogy ezt úgy fizettem ki, hogy kellett egy kicsi kutatómunkát végezni, mert ugye a széjegyre bejegyezték, tehát a végén nekem a lakásra rakták rá, mert én örököltem egyet anyukámtól. Tehát ráterhelték a kecóra. Hát a behajtó cég az már nem szórakozik, azért azt lehet, hogy érdemes befizetni. Hát, igen. Norbi, köszi! Én is köszönöm. Köszi! Ciao. Na, hello András, jó reggel! Ciao, te mennyit fizettél? Sziasztok, 8000 forint körül, 2000-et úsztam meg szerencsére, mint Rozina, mert rossz címre küldték, tehát az még mindig függőben van, de ők küldték valamilyen rossz helyre, tehát nekem soha nem is volt az a lakcímem. De ez parkolási bírság, vagy BKV, ez mi? Ez parkolási bírság, igen. Egyszer összeviratkoztam egy parkolőrrel, és onnantól kezdve elvi kérdést csináltam belőle, hogy már pedig én nem fog fizetni. De jó, és 8 kilónál azt mondtad, hogy nyevesztettem, nyertetek. De hát valószínűleg a sztorit a parkolőr nem is követte le utána. Persze, ez mennyire így tartott? Nem. Részletfizetést kaptam, és 2 év alatt kellett kifizetnem. Oké, de hogy mennyit meddig ment az ügy, amire 8 kiló lett? Tehát mint a 3 éves ügynek a végén lett a 800 ezer? Nagyon sok. Ja, hát 2 év biztos. Ezt fontosan gyűjtöttem. Legből a bírósági tárgyalás és Budai Kerületi Bíróság, be kellett mennem tárgyalásra. Ott kiderült, hogy nem is oda kellett engem beidézni, mert én pesti lakos vagyok, tehát a Pesti Kerületi Bíróság Markó utcába kellett volna menni. És mennyi az alapösszeg? Tehát egy 7500-ből lett, ha 800000, egy 20000-ből lett? Tehát meddig tornáztad fel az időhúzással? 3-4000-ből. Jézus Mária! Megérte! Jöttek a felszólítások, és végül ugye oda kerültem, és az ottani bírónő, mikor beültünk a tárgyalra, de egyébként alapvetően én felkészültem mindenből. Én összeírtam alkotmánybírósági határozatokat, KRESZ, törvény, stb. Minden. Én mindent kigyűjtöttem. Tehát nem csak 800 ezer, hanem egy 60 munkanap is belemett. Letették közben egy római jogvizsgát, egy szakvizsgát. Négy oldalas íromány, és én ezzel mentem a bíróságra. Ott a bírónő ugye bekapcsolta a magnót, köszöntöm önöket, blablabla, és utána kikapcsoltam, mert hát nem jó helyen jelentünk meg, tehát ennyi volt a tárgyalás. Viszont magnón kívül elmondta, hogy amiket én leírtam, feketén-fehéren, az minden helytálló helyén való. De higgyem el, nekem ma Magyarországon egy önkormányzattal szemben semmi esélyem nincsen. A Markó utcában ezeket futószalagon söprik le ezeket az ügyeket, úgyhogy menjünk ki, és az ügyvéd úrral egyezzünk meg a kerítésen kívül, ha tudunk. És így akkor kapituláltál, és 800 ezeret befizettél. Hát, így lett a részletfizetés, igen. Azt a mindenki, el is vesztetted, sokat is kell fizetned, egy 7000 forintos bűnt, 8 kilóra ment fel, azért benned van harci szellem. Mi lehetett az, ami ennyire felbuzdított téged, hogy neki állj ennek, tehát így ellenállj. Becsületesen fizettem mindig, ott is fizettem, 7. keretben, és pont a lépcsőház ajtajában dolgoztam. Jött a parkolőr, és szóltam neki, ha legközelebb erre jön, látta, hogy van parkolási cetlém, akkor legyen kedves szólni, itt vagyok a lépcsőházban, a lépcsőház előtt állt az autó. Dolgozom, ezt csak a fodrász a szomszédból szól, hogy fiatalember jöjjön, éppen büntetik. És ugyanaz a parkolőr volt. És mondtam neki, te ne ugyan, hát lát, megbeszéltük, itt vagyok, de nem tudom azt figyelni, mikor jár le.
megmondta a vállát, és rátette a cetlit. De tudod, mi van, András, egyébként egy igaza van. Igen, tehát gondolod, hogy abban neki csak öten szólnak abba a háztömbbe, hogy figyelj, szóljál már itt vagy, szóljál már itt vagy, szóljál már itt, akkor kijövök így érted. Tehát igazából bűnészesi akartam beszélni. Ő nem szól, ő még szerintem tesz egy körben is felejti, hogy kivel beszéltem meg. Ez engem ösztönzött arra, hogy utána járjak a dolgoknak. És én meg voltam győződve, hogy nekem igazam van. Tehát egy vesztes ügy, hát nem volt parkolójegyet, kész, bukta. Tehát hiába volt a parkoló ott a lakás kijáratnál, tehát igazából nincs igazad. Ne, persze, hogy nincs. De utána, miután ez egy rögeszmévé vált, hogy igazam van. Igen, ez a te harcod lett. Ez át nagy az igazságérzetem. De akkor miben lett igazad? Te miben gondolod azt, hogy igazad volt? Tehát ott volt a parkoló, lejárt a cetlidő, megbüntetett, hol láttad a pajzson? Nem abban. Utána én elkezdtem utána járni annak, hogy hogyan is működnek a parkoltársaságok, a kihelyezett táblák, a méretétől kezdve minden. Erről én most nem tudok tudni beszélni. Hogy belementél ebbe, hány méterre van, mekkora a tábla, hogy van jelezés, és abban volt igazad. Aha. Így van. És ezt elmondta a bírónő is, hogy mindenben igazam van, csak esélyem nincs. Mire költetted volna még azt a 800 ezeret, gondolkoztál rajta? Azért annyi minden helyre mehetett volna, nem? Hát, nem viccet, persze, gyerekek, stb. Még mindig fizeted? Nem, mert aztán végül az utolsó 42 ezer forintot egybe kifizettem. Hú, de kemény. Micsoda harcot. Először vigyétek én. Igen, de bírom, hogy van lendület, van tűz benned azért. Ez a tök fölöslegesen, de van. 7000 forintos büntit elvinni 8 kilóig, azért ebben van lendület. Igen, de amikor papíron bizony tudok én, mint kis állampolgár mindent, akkor azt hiszem, hogy igazam van. De megbüntettek ember, tehát hogy... Nem, de ugye a büntetés jogosságát vonta aztán kétségbe, különböző jogszabályok, hogy mekkora a tábla, milyen messze van kihelyezett, stb. Négy oldalas írományom volt. Minden megkeresett levélre, én ugyanezt a négy oldalt küldtem el, csak aktuálisan módosítottam benne a címet, ahol éppen megbüntettek, és fényképet is mindig becsatoltam a tábláról, az óráról, mindenről, hogy mi szabály ellene. Igen, tudod, hát a Remény rabjai című filmet idézném, amiben elhangzik az a bizonyos mondat, hogy itt bárkit megkérdezel, mondta Morgan Freeman a Buryben. Mindenki ártatlan. Abszolút, én több időt töltöttem ezzel, mint ők a forgatással. Az igaz. A kérdezi valaki, hogy feleséged van, mert azért, ha váltok, az nem lesz egy egyszerű történet tőle. Hát van, és tudod róla, persze. Ő is mondta mindig, hogy hülye vagyok, de... Igen. Köszi, hogy elmondtad, András. Köszönöm, sziasztok. Hello. Ciao, hello. Azért ez kemény, nem? És tényleg ilyen bagatell összeget viszel el 8 kilóig, tehát 7500 forint. Igen, de neki a büszkeségét sem értett. Igen, és ez valószínűleg lehet, hogy igaza is volt, hogy nem volt elég tábla kirakva, nem jó tábla volt, tehát hogy biztos, hogy jó állítások az hozott össze, csak kérdés, hogy van-e ebbe ennyi. Hogy... Összekacsintott az ellenőrre, és igazából csalódott ebben az emberben, tehát neki itt jött a fő probléma. Az a sztori leggyengébb része, hogy az ellenőr nem szól, hát ő nem az ellenőr, hogy mindenkinek mondja, uram, lejár a jegye, vegyen újat. Te gyere ki a fodrásztól, te gyere ki a gyroszostól, tehát ezért ez nem így működik. Nekem egy barátom küldött most egy sztorit, hogy felolvashatom? Vannak barátaid, hát, meglepő. Ha jó a sztori, akkor igen. Ha mondd meg nekem, ha nem jó, akkor mondd nekem, hogy ne küldözik. Ki is mehetek, de tényleg. Nem, mondd, mit múltkor amúgy a 47-es villamoson ültem, tök fáradt voltam, jött egy ellenőr, egy roma meleg 20 éves fiú. Nem volt kedvem leszállni, nem is álltam túl jól anyagra, és 3 hónappal előtte már megbüntettettem magam. Valahogy néztük egymást, és elővettem a telefonomat, hogy kamuból megnyitom a BKK appot, hogy valami mesét előadok, hogy nem érvényesítettem az online jegyemet, de valahogy elkezdtem véletlenül előadni, hogy tikkelek. Aztán egyre jobban tikkeltem, és a végén már annyira zavarva volt az ellenőr, és hozzáteszem én is, mert nem volt kiút ebből az eljátszott tikrohamból, hogy lehajtotta a fejét, és már ellenőrizte is a szomszéd bérletet. Nagyon hülyén éreztem magam, hogy átbasztam egy megsemmit, és megsemmítettem magam nem jó egy roma meleg ellenőr fiúval. Bocsánat, ebben a sztoriban az a legjobb, hogy honnan tudja, hogy meleg? Hát azt mi rá látni. Vannak, akiken lehet látni. Hát... Hogy meleg az ellenőr? Hát persze, te nem szoktál ilyen meleg ellenőröket nézni. Nekem egyszer otthon a telefonján. Nekem egyszer volt egy meleg vízóra leolvasom. Tehát, de tudtad? Az konkrét ajánlatot de azért tett nekem. Jó, mert ajánlatot tett igen, neked. Igen. Elfogadtad? Mindig elfogadja a jó díj. Volt egy 32 ezer vacsorási számlám. Azt nullát lehúzott a végéről. Hát most tényleg 5 perc alatt túl vagyunk rajta. Most ennyi. Leváztam az aknába, utána jött magunkra húztuk a tetőt.
10 óra csere alatt megvoltunk. De tényleg, ő meleg volt, igen. Na és akkor itt mi lehet, hogy tikrohammal lehetett? Itt eljátszott. Egy eljátszott tikrohammal lehetett. Édesapám, az, amikor rendőrök még a 80-as években ellenőriztették, akkor általában mindenféle nyelveken szólalt meg, és játszotta el, hogy ő nem érti, hogy miről beszél. Júj, de alap! Júj, de alap! Júj, de rossz! De semmi köze nem volt a nyelvhez, nyugtass meg! Dehogy nem. De és amikor kihívtak valakit, aki beszélt mondjuk németül, akkor váltott oroszra. És akkor így játszotta. Mondjuk ez menő, hogy 3-4 nyelvet váltasz igen, mindig. Össze-vissza. Mondjuk mire találtak egy angolul beszélő ellenőrt, azért sokáig keresték, nem? Valószínűleg, igen. Aztán akkor kiderült, hogy nagyon megverték. Igen, végig bizony, hogy 3 ellenőr úgy összevert a Pöttyös utcánál, hogy mozdulni nem tudott az öreg. Na jövünk mindjárt, 3 perc van, pontosan 8 óra, itt vagyunk rögtön a hírek után. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! Nem tudtam, 8 óra után 9 perccel, gyerekek, milyen sikernap ez most komolyan. Szakad az eső, és hosszú távú sikernapot jósolnak. Ma Rozina itt van velünk, hello Rozina, jó reggelt, hello Feri! Sziasztok! Hello, hello mindenkinek, Vossala, ugye? Ezt már másodszorra kérdezed. Ez még hosszú évekig így lesz hamarabb. Bocsánat. Nem, de legalább megkérdezi. De legalább megkérdezi, mert legtöbbször Veselánya Rozalinda, Vossala. Vossala. Hát gyerekkoromban azt mennyit kaptam a vasalót. Megkaptad a vasalát? A vasaló, fú. Hú, a gyerekek gondoszak. Ez volt a beceneved egy darabig? Vasaló? Nem, nekem a Rozgó a becenevem. Rozgó? Igen, édesapám rozgózott, és aztán a családból ez így kihullámzott a baráti körbe, hogy egy Rozgó, igen. De jó. Használhatjuk. Hát, ha tetszik, persze. Ez sorozat régen, amikor Rodgót hívták, az biztos nincs meg. Rosszkó kapitány. Rosszkó kapitány, az is meg volt, igen. Azt szokták mondani. Hosszú távú sikernap, gyerekek, én nem érzem ezt most így magunkban. Már hogy az időjárás illetve mondj valami biztatót. Semmit, jobb hát lesz. Majd holnapra viszont akkor rohadt hideg lesz, ennyi. Hát most mit akarsz januárban? Én komolyan, havat. Hogy egy... Havat. Menjél föl a hegyekbe. Megyek is. Na, nagyon. Holnap indulok. Holnap indulok. Megyek hószánozni. Hószánozni még. Megyek hószánozni. Gyerekkori vágyam. Úristen, de kutyával? Kutyával vagy? Vagy kutyával, benzinmotor, tele csapatják az erdőt. És meghúzod a gázkart. Hátra szaltot uglasz vele. Románia? Igen, megyek Erdélybe hószánozni. Azt a minden ideje. De remélem, ott van hó. Van. Igen? Szerintem van, igen. Román vagy? Honnan tudod? Nem, de most pont a hétvégén több láttam egy haveromnak a képeit, aki szintén hószánozni volt Erdélyben. Van, Erdélyben. Jaj, már hétvégén jó. Volt, múlt hétvégén. Remélem nem olvadt el. Nem, de az egy szuper élmény lehet. Az egy csodálatos. Én Grúziába szeretnék elmenni. Igen? Igen. Hát ne változzunk. De ahhoz, hogy egy országba elmenjek, el kell menned, ahhoz grúznak kellene. És grúzban van hó? Csak Grúzia nagyon olcsó, iszonyatosan olcsó a repjegy oda, és elképesztő síterepek vannak, aha. És fantasztikus ilyen hószántúrák vannak. Úgyhogy, na, én még idén szerintem egy Grúziát beadok. Hát az attól függ, hogy az jó. Mi a döntés. De most ez nem lehet, hogy nekem már azért van egy kis táncrendem, és ezt úgy hozzáillesztjük. Hat hetet lennék New Yorkban, 3 hetet Erdélyben, 4 hetet egy Grúziában. Igen, már egy ilyenünk már volt. Elment 2 hónapra forgatni, elment 1 hétre forgatni, így indult nála is, így indult, aztán végleg elment. Aztán végleg elment a kis csöpség. A kis csöpség itt hagyott minket, végleg elment. Jaj. Ja Istenem, Madarasi Hargita, ott van webcam, meg tudod nézni, hogy mekkora hó volt. Na jó. Eddig volt olcsó, míg bemondtad. Megyünk, abszolút. Úgyhogy megnézzük ezt a hószán túrát, hogy milyen lesz. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon várom. Én szeretem a havat. Én szeretem a havat, nincs ezzel baj. Egyébként én nagyon sokáig azt hittem, hogy a tenger az a fókusz, és az tölt, de most 2 évig nem voltam Ausztriában, nem voltam hegyekben, nem voltam Németországban, és most az ünnepeket kint töltöttem, és annyira töltenek a hegyek, és annyira jó energiájuk van, és én bevallom, ha választanom kellene, akkor inkább a hegyek. Lassan oda? Igen? Inkább a hegyek. Tehát, hogy én ott szeretek igazán töltődni. Rohadt hideg van. Istenem, akkorákat kirándultunk a térdig érő hóban, fantasztikus. Na, én egyszer voltam a Vadon Janival egy ilyen kiránduláson. De a nem az volt a baj, hogy a Vadon Janival voltál? Az ott ment el, hogy tulajdonképpen kellett nézni. Akkor még nem volt nagy bajom vele. Egy ilyen csapatépítő kiránduláson voltunk 4 napig, Ausztriában, Lachtalban voltunk. Nem voltam, csak mondom. Gyönyörű volt, én vittem egy karton pezsgőt, hogy reggel ugye azzal tudjuk indítani az akárhogy, és mondja a Jani, hogy figyelj, megyünk egy ilyen jó kis sétára, van fönt egy kápolna. Ó, mondom, persze, mehetünk. Na, az első 5 méter után maradsz lemerő, így megy, hogy...
És a kicsi séta az egy 25 kicsi. Hát én föladtam, az Anna ment végig, de ő is úgy jött vissza, hogy Jani a lábánál fogva húzta. Tehát, hogy soha nagyon tud. Igen, menni. Gondolom, hogy ő ilyen kis puskagolyó. Nem állítod meg. Minden bringatúra, minden gyalogtúra egy harc. Egy életben maradási kintelem. Nem ám csak, hogy bringázgatunk, csak hogy lazán eltekergetünk. Jól érezzük magunkat, érted? Ha tekerünk, akkor ott komolyan tekerünk. Na, a következő téma az a te témád, Rozina. Nekem van témám? Nem úgy, hogy te hoztad, hanem úgy szeretni fogod, hogy mik mennek a TikTokon, kapcsolódik ahhoz, amit te csinálsz, a szakácskodáshoz. Vagy séfeskedés, vagy akkor mit mondom, főzés, bocsánat, akkor főzés, vagy kavírnál szokott valami. Barázs, egyre mélyebbre süllyedünk ebben. Kavartok ott valamit a konyhában. Van egy TikToker csávó, akik brutális mennyiségben nézik a videóit, de mondd meg, hogy van-e létjogosultsága tényleg, hogy ez kamu, vagy nem kamu. Milliók nézik, óriási sikere van, ők szükségből kezdett el lejárt szavatosságú ételeket enni, és így lett sokak kedvence, most már viszont milliós megtekintése van. 2020 októberében regisztrált a közösségi videó megosztókra, 2021-ben készítette első főzős videóját, amikor Indonéziából Japánba költözött a tanulmányai miatt. Az egyetemet azóta ott hagyta, megtalálta a hivatását, és azt mondja, hogy anyagi gondokkal küzdött, ott jött rá. Elkezdtük nézni a videókat, csak mondom. Igen, lejárt szavatosságú ételekből, két hónapos kissé penészes marhahúsból, mindenféle dolgokból ő megcsináljon olyan ételeket, amiket aztán ő valahogy ehetővé varázsol. Igen, na most... Csak egy másodpercre állj már meg, hogy közben itt nézzük a videót. Nem, tehát jelen pillanatban egy ilyen fritú háztartási kisgépbe belepenészedett étel maradékot láthattunk, amiről ő akkurátusan leszette a penész darabokat, igen, de utána egyébként, azért nem hülye a gyerek, tehát egy szappannal átmosta az ételt. Kézi szappannal átmosta, igen. És utána általában egyébként bő zsiradékban ki szokta sütni, tehát ebben azért már olyan baktérium a végére nem lesz, tehát azért bő zsiradékban kisütve az én torkomon is sok mindent nyomtak már, amit nem szeretem volna. Igen. Valás, mire gondolsz? Mondd ki! Igen, tiltakozzá. Nem tudtál szólni. Nem, de hát ilyen rovarok meg minden, azokat is úgy teszik ehetővé, ugye, hogy kisütik őket. Aha. Tehát akkor tulajdonképpen megáll a videó, akkor nem kamú, tehát hogy te lejárt szavatosság ételeket, akár penészes ételeket meg tudsz csinálni. Hát ez rém. Imádják, szétszedik a TikTokon a csávót, és azt mutatja meg, hogy oké, hogy valami lejárt, oké, hogy valami romlott, de ha kicsit valamiben átforgatod, vagy forró tűzön, vagy mit tudom én, akkor te azt meg tudod enni, nem kellene mindent kidobni, de hogy itt valamikor penészes sajthoz, penészes húshoz, penészes halhoz nyúl, és leszedve róla a penészt, megmutatja, hogy az még igenis ehető. Azért egy dolgot rakjunk rendbe, hogy a baktéria jó, tehát a baktériumokat mi szeretjük, 99%-ukat használjuk is folyamatosan, tehát ezek az erjesztések, a sajtok, a kolbászok, tokai aszú, ezek nemes penésszel, fúj, de gusztustalan dolgok. Nézd, az ez valami halkonzervet, vagy löncsúskonzervet, ez konkrétan penész van rajta, nézd meg. Na, és tehát ahhoz, hogy a jó baktériumok élni tudjanak, egy kicsit segíteni kell nekik, ezek ősi technikák, például sóban eltevés. Aha. Tehát van ez a sörstrumming, ez az a svéd, vagy valami hal, tudom, bontottunk itt a brutál. Az brutál, tehát már a szagától elkezdett öklendezni, az is egy erjesztett hal, de teljes mértékben biztonságos fogyasztani, tehát hogy nem fogsz belehalni a dologba, de azért ő most itt átmosta, és nagyon bő zsiradékban néz meg, kisüti. Tehát ezekben a baktérium most meg fog halni, tehát nem hülye a gyerek. Aha. Ez egy szemfényvesztés. És egy kis szarvasgombás majonézt alá rak. Jó, az nagyon jó. Az mindent csodákra képes. Igen, mi nálunk az erős pista, mindent víz. Igen. Egyébként meg, ha megnézed, mindenütt kosz van abban az a annyira lakásban. Tehát gusztustalan az egész, ő direkt erre ment rá, hogy egy kicsit nem, polgár pukkasszon, nézd meg a hűtőjét, rohad maga a hűtő is, nézd meg a konyháját, minden össze van hányva, érted? Tehát, hogy itt maga a kosz a lényeg benne, hogy ő valószínűleg a balatoni büfék 80%-a nagyjából ugyanez, nem? Na, félő, nem hogy lehet, igen. Nem valaki egyébként. Egy pesti büfé, félő, tehát, hogy igen. Ne, ugyanez, nem? Igen. Nagyon-nagyon undorító. Tehát egy aligai strandon nem tudok jobbat elképzelni, nagyon, szerintem ugyanilyen lángos teszel. Nagyon ijesztő egyébként. Én most voltam, meg szerettem volna nézni egy termelőkonyhát,
valamihez, és elmentem ebbe a termelőkonyhába, az a dzsuva, ami ott volt, és az ételek, amik kijöttek onnan, viszont egészen normálisan néztek ki, meg ehetőek voltak, de az, hogy emberek milyen koszban tudnak dolgozni, tehát, hogy egyszer megkapod ezt a HACCP engedélyt, ami egy ilyen egészségügyi engedély, hogy termelhess, az még nem azt jelenti, hogy utána azt a konyhát rendben fogják tartani. Aha. Tehát nagyon-nagyon-nagyon durva helyzetek vannak Magyarországon is. Ha éttermekbe, ha elmész, vagy ha benézel a konyhába, hát hogy ott mi van. Helyeken, menzákon. Hát ne legyenek illúzióink, de te mi a balatoni büfét számolnak fel, amikor azt látod, hogy itt a konkrétan a csótány az már jó barát. Tehát, hogy az, hát ezt ki, kipirítod, kicsit paprikában megforgatod, egy kis fokhagymát hozzá, és ropog. Igen. Igazából. De az, hogy ez a TikTokon, a balatoni vendéglátóipari egységről, vagy bármelyikről nem tudod, hogy ez ilyen, meg nem erre számítasz. Itt ugye az érdekessége a dolognak az, hogy itt a csávó meg is mutatja, és hogy rajonganak érte a TikTokon, hogy azért rajongunk, hogy valaki koszban, penészben, rohadt dolgokból főz. Igen. Ha ugyanezt kapnád, jó, mondjuk a balatoni büfébe, így megmutatná valaki, akkor ott meg fölháborodná, anyázná, és nem akarnád kifizetni. Jó, de az ázsiaiak nagyon furák. Tehát ez kínai vagy japán ez a forma? Japán vagy kínai csávó, igen. Igen, igen, tehát igen, azért ott azért cifra dolgok vannak, tehát az élő polipot tekergetik a nyelvükön, és azzal harcolnak a szájukban, és az egy ételélmény, érted? Hogy él a polip a szádban? Igen. Kis polip, igen, gyerek, igen. Polip. Többen megfulladtak emiatt, mert győzött a polip. Győzött a polip, igen. 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 Rátekeredik a nyerőcsövedre, kis csápjaival, és akkor megfulladsz, mert nem tudod lenyelni. Tehát, hogy azért ők furák ezek az ázsiaiak, és mégis milyen sokan vannak. Igen. A kis vágott szemek, hogy szaporodnak. Nézd, tehát Szingapúrban valamit csináltál, nem? Igen, én jártam Szingapúrban, egy dokumentumfilmet készítettem a laborhúsról. És a laborhús egy olyan sztori, ami nem növényi eredetű, hanem konkrétan egy őssejtet kicsippantanak. Egyetlen egy állat kell ahhoz, hogy több száz, több ezer, több millió embert meg tudjunk etetni. Egy őssejtet kicsippantanak, belerakják egy olyan közegben, amit úgy hívnak, hogy médium. Ez gyakorlatilag hivatott generálni, mint hogyha a szervezetben lenne. Elkezd ez a sejt termesztődni, és ugyanaz a folyamat megy végbe, mint a természetben. És ugye a szingapúriak rá voltak erre kényszerülve, mert a Covid alatt gyakorlatilag elzárták a csapokat, és nem volt élelmiszerimportjuk, ez egy pici városállam, ők nem tudják hol megtermelni, és iszonyat nagy para volt, hogy nincs mit enni. Úgyhogy rájöttek, hogy nekik valamit tenniük kell, de nincsenek legelőik, nincsenek csirkék, nincs egyszerűen. Nincs erre, nagy üzemi állattartásuk. Nincs nagy üzemi állattartás. Úgyhogy az állam elkezdte finanszírozni a laboratóriumi hús a kifejlesztését olyan szintre, hogy 2030-ra 30%-át a saját fehérjéjüknek már meg kell tudni termelni. Ha bármi para van, akkor legyen mit enni. És én elmentem megkóstolni ezt az ételt, ezt a húst, és figyelj, engem egy vakteszten át lehetne verni. Az egy csirkemell volt. Az egy csirke. Csirke szaga volt, csirke íze volt, csirke textúrája volt, és az a hihetetlen benne, hogy nyilván mindenki mondja, hogy az ördögtől való, meg ne játszunk Istent, meg minden ilyesmi, de hogy azok a csirkék, amik ma nagy üzembe mennek, azok tele vannak antibiotikumokkal, hormonokkal, mikroműanyagokkal, szennyeződésekkel, felfújják őket, embertelen körülmények közt tartják ezeket a csirkéket. Hát mindannyian láttunk már ilyen nagyüzemi állattartást. És hogy ez meg egy békés hús. Ez meg egy békés. Akkor ez egy vegánnak is ehető, mert azt mondja, hogy nem halt meg emiatt állat, csak kivettek egy ősejtet. Megkérdeztem a Steiner Kristófot, felhívtam, hogy te mit szólnál ehhez, és azt mondta, hogy hát ő a 12 éves vegánságát nem adná fel, mert ő neki ez akkor is hús, de legalább ennek nincs ökológiai lábnyoma, nincs mögötte szenvedés, és nem viszünk be, tehát egy szintiszta fehérjét viszel be a szervezetedbe. De ha elmondták, hogy abban a folyadékban, amiben ez nő, abban mi van? Abban vitaminok vannak, abban nincs hormon, nincs benne tehát semmi nem, ilyesmi. Nem kapsz egy ilyen szennyezett csirke mellett ezzel? Nem, egy őssejtből ők egy teljesen 100%-os mindenmentes fehérjét hoznak létre. Így ez van, nagyon menő. Így van. De akkor miért nem ezzel oldják meg az egész állattartás, őserdőírtás, legeltetés?
azok, az olaszok, tehát ugye jelen pillanatban azért ez egy drága dolog, hiszen ennek el kellene terjednie ahhoz, hogy ez nagy üzemben lehessen művelni, és akkor csökkentsük az árát ennek a történetnek. Az olaszok kimondták már, hogy na hát ide a laborhúsba nem teszi a lábát, tehát nekünk prosciutto, az prosciutto, és azt kérem szépen, ja, hogy jó kis pármai sonkájukat féltik, persze. Itt ide nem teszi be, és a magyar élelmiszerügy is azt nyilatkozta, hogy amennyiben itt elkezdődne mozgolódás, akkor ez nem lehet. De ugyanezzel a technológiával tejet is lehet egyébként készíteni, és már pedig én szerintem azért a mai tejiparnál kevés keményebb dolog van, tehát hogy ott is a hozamfokozók, az antibiotikumok, hát, a gyulladás csökkentők, mi van a tejben? Annak az állatnak, elvesszük a borjút, hogy a kajáját mi lecsapóhassuk, érted? Tehát, hogy ott ez zajlik, hogy elveszik a kicsi tehenet az anyatehéntől, és akkor csapolgatják azt, ami egyébként a kajája lenne. És hogy ezek nagyon... Ja, mert azért indul be a tejtermelés, mert ő szül. Mik vannak? Tök érdekes. Nem tudom, nem gondolok bele. Igen. Dobozban van, oda gyúlok, kitöltöm. Lehetőleg 2-6-os, vagy 2-9-es, vagy 8-as legyen. Na, ez az egyébként, hogy most már azért, aki a gyerekeket megkérdezett, tehát hentes üzlet már vidéken is kezd megszűnni. Ugye? Tehát, állunk, van még. Igen, tehát van még, de kezd megszűnni. A gyerekek azt hiszik, hogy a hús az a tálcán jön. Érted? Igen, nem... és csak csirke, mert van külön csomagolva. Igen. És egyébként a világban a jelenkori nagy probléma, én szerintem nem a húsfogyasztástól kell egyébként távolodnunk, én azt gondolom, hanem a színhúsfogyasztástól. Mert annyira elbillent afelé a történet, hogy mindenki csirke mellett akar enni, mindenki egyszerűen csak színhúst teszik. A belsőségekkel... A gyúrósok miatt van, öcsém. Igen. Mert kinyomjátok csirke mellett. Egyébként nem látjátok, de ismét Balázs arcára kiült egy ilyen kisebb lelkifúrás. Izomtudat edzőtárs, menjünk. Izomtudat edzőtárs. Ez a két legfontosabb. No pain, no gain. Gyerekek, menjünk. Ez a két fontos dolog van az edzőteremben, ami a legfontosabb. De mi az az izomtudat? Izomtudat edzőtárs. De mi az? Hát az, hogy amit csinálsz, amilyen gyakorlatot, oda koncentrálsz, ez plusz 30%. És mi az edzőtárs? Az edzőtárs egy... Ja, az egy ember. Persze. Jó, tehát ez nem... Jó edzőtársal, jó helyen, izomtudattal kell dolgozni. Setting. Ennyi, meg vagyunk. Szóval igen. Mindenki húst akar enni. Mindenki színhúst akar enni. Tehát, hogyha visszatérnénk ahhoz, hogy fülétől farkáig dolgozzuk fel az állatot, és együnk meg mindent, akkor nem lenne ekkora para ebben a történetben. Hát plusz, és ha nem akarnánk reggel délben este húst enni, mondom ezt én húsevőként, hanem mondjuk, mert ugye ezt pont a Puskás Petivel beszélgettük tegnap, ezt a dolgot, hogy az, amit mi most mondunk, hogy a ősi magyar hagyomány, hogy azt mindig van hús az asztalon, az az elmúlt 50 év terméke. A múlt század elején nem volt még ilyen. A paraszti hát háztartás, érted, volt. Az kétszer evett húst egy évben. Na hát... Hát azért nem kétszer. Egy héten? Ja, egy héten. Azt úgy értettem, hogy egy évben. Nem, egy héten. De akkor lehet, hogy már félre beszélek. Az iszom tudat elment az agyamra. Igen, szóval, hogy szerintem nem szabad az újtól félni, és főleg úgy, hogyha kezdünk ennyire sokasodni, tehát azért mindjárt 10 milliárdan vagyunk. Hát, most van a Netflixen ez az vagy, amit megeszel. Ugye az ikreket tesztelik, hogy 8 hétig az egyik vegán kaján van, a másik meg mindenféle szemetet eszik. De ebben nagyon sok probléma van ezzel a műsorral. Nekem legalábbis sok problémám van. Egyrészt az, hogy az egész műsort az a cég finanszírozta, aki éppen nem tudja eladni a vegán húspogácsáit, a Beyond Meat nevezetű cég. Tehát, hogy Ezt ők csinálták. Ez egy full propaganda film, ez az egyik. A másik pedig, hogy ez egy 8-7-es történet. Tehát abban a pillanatban, ahogy te egy ilyen radikális váltást csinálsz a szervezetedben, nyilván a szervezet 8 hét alatt valamilyen pozitív irányba kicsit kiürül, kicsit kitisztul, na de mi van utána? Ugye ez arról szól, hogy az ikrek egyik felét normális kajával letetik, amit eddig evett nagyjából, a másik fele, ugye azonos gének, azonos DNS, mit tudom én, a másik meg 8 hétig jó kaját eszik, és megnézik 8 hét után, hogy úristen, mennyire számít az, amit beviszel, mert az iker egyik fele az kivírul, és jól lesz. De az a fele, az kevesebb kalóriát is evett. Igen, zöldséget, gyümölcsöt. Tehát, hogy az volt, az egyiket mekivel tömték, érted, mint a libát, a másikat pedig kis organikus salátákkal letették. Az egyik vegán, a másik vegyes, azt hiszem ez a lényeg. De közben bemutatja a nagyüzemi állattartás, közben szó van az Amazonas kiirtásáról, közben bemutatja a tehéntartást, a csirketartást. Azért vannak benne megrázó dolgok. Tehát azért ott jössz rá, hogy azokat a teheneket tartják.
egyoldalú a bemutatása. Ahogy az elmondja, hogy a csirke az olyan gyorsan kapja a növekedési hormont, hogy nem tud felállni. Igen. Nem bírja el a saját súlyát. Szétszakad a testük, mert annyira gyorsan nő. Borzasztó. És látsz egy ilyen két lábon áldogáló ilyen megkotlott tyúkot, ami felborul. És hogy ezeket megesszük, mondja a gazda, aki termeli. Szóval azért vannak benne megrázó dolgok. Én nem tagadom, hogy az ipari állat... Úgy felhúztam magam, be is vertem, hogy akkor a sajtburger gyorsan. Magadra rendeltél. Azonra rendeltem három sajtburger. Egy nagy, egy egész rútbél szint. Hát tényleg velem nem zúrtok ki. De nem tényleg, az első két részt láttam. Mindig kicsit csendesen elszundikálok rajta, de fölriadok, és akkor megnézek egy újabb részt. De ez a második rész, ez elég horror. Nem tudom, mi a vége. Kiderül, hogy az ikrek egyik fele tényleg jobban lesz? Nem, még nem jött ki a vége, nem? Ez négy vagy öt rész. Igen, nem néztem még teljesen végig én sem, de nyilván az, ami most van, amerre elbillent az egész élelmiszerlánc, tehát hogy az élelmiszerláncban az a hihetetlen egyébként, hogy nem maga a termelés az, ami a legnagyobb ökológiai lábnyomot hagyja, hanem például a logisztika. Tehát az, hogy én, ha itt most kilépek az ajtón, egy kilométeres körzetben a csendes óceáni sárga úszójú tonhalat találok, meg kaviárt, meg a világ minden végéről, tájáról össze-vissza élelmiszer. Minden elérhetővé vált. És ez a logisztika az, ez az őrületes, hogy nekünk jogunk van ázsiai ételeket enni, meg a világ legegzotikusabb állatait megenni. Itt most egy kilométeres körzetben. Tehát, hogy ez a probléma igazából, meg hogy nem szezonálisan étkezünk már, nem figyelünk arra, iszonyú egészségtelen gyümölcsöket zabálni télen. A gyümölcs az azért terem a trópusokon, mert hűti az emberi testet, és segít neked a meleg ellen való küzdelembe. De a null fokban egy kontraproduktív sztoriba mész bele, ha elkezdesz gyümölcsöt enni. Hát ezt nem hiszem el, hogy most már gyümölcs se jó. Hát de mindennel bajotok van. Igen, így van, pálinka formájában kell egy gyümölcsöt bevinni. Csak az új hagyma, meg a nem tudom, a vörös hagyma. Tehát nyáron egyél almát, meg ősszel, akkor kell a szervezetednek, amit te, de nem ám banánokat nyomunk be ilyen nappal. És egy téli banán, az nem jó? Most a banán az nem egy akkora víztartalmú gyümölcs, amit nagyon hűtené, tehát nyilván a banán az oké, de egy ananászt, vagy egy nagy narancsot, meg ilyeneket nem kell, ezek hűtik a testet. Ilyenkor pont arra van szükségünk, hogy segítsünk, hogy belül a belső tüzet életben tartsuk. Aha. Megint tanultál valamit, látod? Tökére nem tudtam, hogy a gyümölcsöknél is kell így szelektálni. Mert a zöldségnél tudtam, hogy mindig a szezonális. Ami éppen akkor terem, az tök jó, de a zöldségnél... Hogy ne egyek minden nap mangót, meg papaját, azért... Hogy kicsit fogod kibírom a téletből, azért, hogy a tényleg. Na jó, gyerek, bennünk el, Zsulcikém? Megyünk mindjárt. 8:30 pontosan jövünk, rögtön itt vagyunk mindjárt a hírek után. Vagyunk. Jó reggelt, 3:49 lesz pontosan 6 perc múlva. Hello, drága hallgatók! Szevasztok! Jó reggelt! Pipó. Te kis Pipó. Pipó. Hívni, igen. Miért pipózol? Most olvasom. Az Ájlá Pipó és a Kyoko kereszteveket is elfogadták. Megbeszéljük, ebben is van egy rövidke, hogy miket fogadnak már itt. Kérem szépen, mit keresztnevek. Na, de van előtte egy időjárás jelentésünk, röviden, Ferenc. Mondj valamit. Esik. Meddig esik? Amíg el nem áll. Mondjuk ez inkább egy hülye kérdés. Meleg van és hideg lesz. Meleg van, hideg lesz, majd jön a napsütés, tavasz, nyár. Köszönjük szépen. Az időjárás jelentés támogatója a Simple alkalmazás e-matrica funkciója. Amelyen keresztül tudtok BKK jegyet is venni. Ugye ti kis logósok. Logósoknak mondom. Ti kis logósok. Vegyetek jegyet. Neked szólt, igen. Megtévesztő lehetett, hogy mi itt a blitzelésre próbáljuk rávenni az embereket, de ez nem így van. Nem. Így van. Ez hatóságilag kérünk mindenkit, hogy ne blitzeljen. Viszont van egy agrármérnökünk, képzeljétek el, aki egy kicsit szeretne hozzátenni, ugye beszéltünk itt a nagyüzemi állattartásról, és egészen durva dolgok hangzanak ebben a Netflix filmben, ahol egy tyúktermesztő, hogy mi ez, kakas, csibacsán csirke. Mindegy, valami. Elmondja, hogy mennyi mindent kapnak az amerikai állatok, hozamfokozót, antibiotikumot, növekedési hormont, és az ember úgy elszörnyülködött, és arról morfondíroztunk, hogy ez vajon itthon is így van-e. De hát nyilván, hogyha azért, tehát hogy van a... Azért van bio tojás, mert akkor nincs, van, ami nem bio, nem? Nyilván. Tehát, hogy akkor máshogy etetik, más a táplálék, amit kap. Van ketreces, meg szabadtartású. Persze, igen. Hát ez...
ő ugye szabadon él klasszikusan a régi módszer szerint. Aztán, hogy ott adnak-e még valamit, vagy nem adnak. Tehát a tejtermelésnél is hallott, hogy hozamfokozók, hogy antibiotikum, hogy gyulladássökkentők, ezek benne vannak, vagy benne lehetnek, vagy ilyen maradványértékeket azért egy csomószor kimutatnak. Szóval, de később azt mondja, mire adásba tesszük, hogy erre törvény van, hogy elvileg ilyeneket nem kaphatnak az állatok sehol Magyarországon. Ezt el tudjátok képzelni, hogy nem kap antibiotikumot, hozamfokozót, gyulladássökkentőt. Én voltam sertésfarmon, voltam tejtermelőnél, voltam csibefarmon, amit én ott láttam, én nagyon sajnáltam azokat az állatokat, de nagyon finomak voltak. De jó, jó forró olajban, aki szárnyuk úgy összeugrott, egy kis édes savanyomártása, olyan finom. Igen. De tényleg szívszorongató az a látvány, na. Igen, a tányéron ez már nem látszik. A vegák felsírtak, igen. Makai Kristóf, itt van velünk. Hello Kristóf, jó reggel, ciao. Jó reggelt, sziasztok! Te agrármérnök vagy, ugye? Vagy legalábbis ezt állítod magadról? Hát agrármérnök, meg növényorvos vagyok. Növényorvos. Növényorvos. Mit csinálsz, a tűzszent a fikusz? Van a lyukának egy kis baja, ott van. Covidos lett a frangipáni, mint tudsz valamit csinálni. Igen, általában ezek a poénok, ezek mindig előjönnek, mikor mondom, hogy növényorvos vagyok, meg akkor ugye a stetoszkóp a nyakunkon van, bejön a napra, forgó krahint, kettőt, mi baja van. Kicsit komplexebb téma ez ettől, de most nem. Nagyon ez érdekes, ez egy külön fejezetened, hogy valaki növényorvos, én nem is hallottam erről a foglalkozásról. Ez nagyon érdekes. Láttam néhány olyan anticiklust a gyerekedről előtt, de nem jellemző. Vagy ez nem tudtuk, hogy ilyen van. Hát régen növényvédelmi szakmérnöknek hívták, most már növényorvos és növényvédelmi szakmérnök néven is fut. Igazából ez a növényi kórokozókkal, kártevőkkel, gyomokkal, illetve a nagyüzemi növénytermesztési dolgokkal foglalkozik. Jó. Na figyelj, van ez az vagy, amit megeszel című, most már Rozinától kiderült, egy szponzorált dokumentumfilm a Netflixen, ahol ikreket etetnek. Van, aki vegánt kap, van, aki vegyes étrenden van, és 8 hét után a vegánok följavulnak. De hogy nem csak erről szól ez a film, hanem arról is, itt a második részben megmutatják ezeket a nagyüzemi állattartókat, ahol csirketenyésztők beszélnek arról, hogy hozamfokozó, hogy antibiotikum, hogy mit tudom én, gyulladássökkentő, tehát minden borzasztó dologgal tele van a hús, amit aztán ugye az amerikaiak megesznek. És azt írott, hogy Magyarországon ez nem így van, mert hogy itt ezt törvény tiltja elvileg, ez igaz? Tehát itt nem kapnak semmit? Tehát ez nem teljesen így van. Tehát amit ugye egy amerikai termelő használ, azt Magyarországon nem használják. Tehát az első és legfontosabb, hogy antibiotikumos hús a magyar polcokra nem szokott bekerülni, tehát amikor antibiotikummal kell kezelni egy állatot, az ki van véve a termelésből. Tehát hogyha mondjuk veszünk egy olyan példát, hogy tejelő szarvasmarha, valami probléma van a tejelés során, és antibiotikumot kell neki adni, őt kiveszik a termelésből, tehát neki a teje nem fog bekerülni az élelmiszer láncba. Tehát azt a tejet nem fogja senki sem meginni. Vitaminokat kapnak ezek az állatok, hozamfokozó az Magyarországon nincsen. Tehát nincsen az, hogy felpumpáljuk a csirkét, hogy 10 nap múlva ott legyen bizonyos üzletláncoknak a polcain. És ugye, ami még ilyen pejoratív értelme bír, az a táp, mint dolog, ugye az állattenyésztésben, hogy táppal vannak ezek etetve. Most a tápok, azok különböző gabonafélék, hüvelyeseknek, olajos magvaknak a keveréke, pelletált formában, ez minden állathoz hozzá van igazítva, tehát egy sertéstakarmányozás ugye teljesen más takarmányt igényel, mint egy baromfi, ezek rendesen össze vannak állítva. Az állattenyésztés Magyarországon az egy nagyon szigorúan kontrollált, monitoringozott rendszerben működik, tehát itt végig van dokumentálva minden egyes lépés, legyen az egy tejelő szarvasmarha, legyen az egy broiler csirke, vagy egy pecsenye kacsa, vagy bármi, tehát ez dokumentálva van, tehát itt nincsenek elsiklások, nincsen az, hogy jó, hát adjunk neki, ezt úgy se derül ki. De honnan, ki ellenőrzi ezt? Hát, igen, hát azért ez jártam én sertéstelepeken, meg jártam olyan csirkefarmokon, ahol azért kutya körülmények voltak. De most tehát... nem arról beszélünk, hogy a körülmények milyen, hanem de ott meg én megkérdeztem, és azt mondták, hogy antibiotikumozzák a malacokat. Tehát, hogy hát ne legyen beteg. De most akkor az antibiotikumos hús kerül utána a boltba. Tehát, hogy én nem kerülhet be antibiotikumos hús, tehát amit Rozina te mondasz, hogy milyen körülmények vannak. Nyilván sajnos vannak Magyarországon olyan állattartó telepek, amik bizonyos szabályoknak nem felelnek meg abszolút.
De ugye vannak állatorvosok, állatjóléti szakemberek, vannak agrármérnökök, vannak állatenyésztő mérnökök, akik ugye ezeket folyamatosan kontrolják, illetve nem feledkezünk meg egy-két olyan, olyan egységről, mint például a Nébi, vagy ugye... Arra, Kristóf, tudsz nekem esetleg segíteni, hogy azt megértsem, hogy és milyen lehetőségek vannak? Tehát én tarthatom ketrecben napfény és fű nélkül is a csirkémet, ha szeretném, de ki is engedhetem a rétre, és akkor mind a kettő engedélyezve van. Én úgy tudom, hogy ketreces tartás az már az Európai Unióban azért nem túl divat, és ha jól tudom, ugye nem is lehet. Magyarországon ugye a tojástermelő telepek sem ketreces rendszerben működnek, az már egy elavult technológia. Nyilván ugye mindenki jobban örülne, hogyha kint kapirgálna a csirke, nem egy istállóban lenne 6-7-ig bezárva, de amit te is mondtál, hogy ugye lassan 10 milliárdan vagyunk, azt az igényt azt nem fogja tudni kielégíteni sajnos egy ilyen kapirgálós tartás, mint egy nagyüzemi technológia. Oké, és itt írja valaki, hogy a fehér csirke az 5 héten belül hogy van a polcon, másfél kilósan? Tehát azért azt a természet nem így találta ki, hogy 5 hét múlva lefóliázva, dagadó mellekkel ott virítson nekem, nálam a hentesnél és rám kacsítsa, hogy vegyél meg Goliát. Azért az kap, és 40%-ot veszít a súlyából. Mert a víz jön ki belőle valószínűleg, összeasszalódik. Tehát valamit kell, hogy kapjon, hogy ilyen gyorsan nőjön. 6-7, tehát 42 nap ugye a broiler tartás általában. Ugye egy nagyon tudatos tenyésztői szelekciós munka áll ennek a hátterében, tehát ugye pont Amerikában. Igazából génmódosították már a csirkét arra, hogy gyorsabban nőjön. Aha. És maga a tápanyag az génmódosított olyan... lehet, nem? Tehát maga a tápanyag nem, az... nem lehet. Magyarországon nincsen GMO. Tehát nincs, ez de azt másképp hívják az EU-ban, azért nincsen GMO. De nem, tehát nincsen. Génmódosított élelmiszer nem kerülhet asztalra itt. Nincsen. Van egy, tehát ugyanúgy, ahogy a Monsanto Amerikában GMO, azaz génmódosított búzákat, mindenféle magokat forgalmaz, majd Európában van ennek egy megfelelője, csak nem így hívják, hogy GMO, meg génmódosított. Makacsaspini. Mondani, makacsaspini, vigyázzál vele, hallott, pingulat sajt. Egyébként, Kristóf, te vagy az agrármérnök, aki nekem írogatni szokott? Nem. Hogy szívesen elvinne egyszer egy vakrandira? Egy sötét utcába? Egy sötét utcába, egy glórihol szobába? Nem, itt a Rozi, mert utána adásba tettünk, téged mondta, hogy neki írogat egy felbőszült agrármérnök. Van egy ilyen love story-m. Nem. Jó, szóval akkor ez azt mondod, hogy valami, amit mondasz. Itt közben azt írva, hogy körzet ellenőr vagyok, én vagyok az egyik ellenőrző a tejelőtelepeknek, amit a növénydoki mond, az valid. Tehát, hogy jól szólsz. Köszönöm szépen a kollégának. Tessék, ennyi. Oké, de azt is írják, hogy a jó minőségű magyar hús megy exportbara, és hogy mi nem ezt tesszük, hanem mi meg a külföldről behozottat. Ez igaz, hogy egyébként a gazda jó áron inkább kívülre dobja exportba, mi meg esszük mondjuk a kívülről behozottat, amit viszont meg már senki nem ellenőriz. Liba már is például. Ez elég vegyes, hogyha bemész bármelyik olyan élelmiszerláncba, ahol kis zászlócskákkal meg van jelölve, ugye, hogy honnan származik a hús, találsz itthon magyar húst, az általában nagyüzemi, és találsz külföldi húst, ami szintén nagyüzemi lesz. Ez részben igaz, hogy kikerül a magyar hús külföldre, általában inkább az olyan húsok kerülnek ki, amit a magyar lakosság nagyon nem akar fogyasztani, ilyen például a bárány, a nyúlhús, a kacsa, a libahús, tehát mondjuk úgy, hogy egy kicsit exkluzívabb húsok, tehát azok egy része kikerül nyilván, mert az átlag fogyasztó nem fogja megvenni, mert ugye van 1200 forint a csirke, mert nem fogja megvenni a 8000 forintos bárányhús. Tehát ebben van egy pici igazság. Igen. Egyébként jött egy komment, hogy sziasztok, Kristóf hazudik, Feri a hentes. Igen, ez is egy érv, hogy nincs olyan alátámasztva, de írt egy csirkés, hogy széttolnak tesztóval. Tehát ilyen is van. Ki tudja, Feri a hentes, melyik a hatósági telepről szerzi be a húsokat és adja elnyomott áron. Igen. Kristóf, köszi, hogy elmondtad, azért ez érdekes. Köszi. Köszönjük szépen. Én is köszönöm. Igen, köszi, ciao. Hello. Hello. Szia. Egyébként elképesztő, hogy a közösségi médiában is, meg egyáltalán a táplálkozás körül már milyen félelemkeltés van. Tehát, hogy tényleg én most itt beparáztattalak téged a gyümölcsel kapcsolatban, de biztos, hogy ilyen közel hiteles forrásokat találni azzal kapcsolatban, hogy ne egyél gabonát, ne egyél csirkét, ne egyél húst, ne egyél zöldséget, tehát, hogy
akkor mit tegyünk? Tehát, hogy van ebben egy akkora zaj, én szerintem most, amiben nagyon nehéz kiigazodni. Meg az ilyen önjelölt fölkent pápák, mint aki most ebben te is vagy, érted, hintik a rossz információt, csak a baj van veletek. Ugye? Jó, hogy hívtatok. Én szerintem, ha valamit mannaként teszel, az mannává válik benned. Ez tényleg így van. Mondja a fénylény. Jó, de úgy könnyű. Tehát, hogyha annak az ételnek te megadod a szentségét, kicsit oda koncentrálsz, elképzeled, hogy ez neked jót tesz. Előbb azt láttam, hogy a hátad mögött egy ilyen félig kikapart tojás rántottából így egy ilyen laza mozdulattal. Ez egy biotojás. Én nem azt mondom, csak most azt mondtad a körülményeket. Most azt mondtad, hogy tök mindegy, mi a kaja. Igen, na. Ha te vizualizálod, elképzeled nekem, ez jót tesz engem, ez gyógyít nekem, erre szükségem, hogy szívföl begyem a sok táplálékot, én akkor azt át tudod mannaizálni. Igen. Nanoszinten megváltoztathatod, a szteroid csirkéből biocsirke lesz. Napi 6 kiló McDonald's-ot tudsz megenni, úgyhogy semmi baj nem lesz. Nem tényleg, tehát, hogy mit vizualizálsz, mivel táplálod a tested, ebben legalább annyi energetika van, mint amennyi valódi fizika, amit te beviszel. Nyilván, ha tele van minden szarra, és azt egy évig nem leszel jól, de azért az sokat számít, hogy te mit vizualizálsz közben, vagy hogy képzeled el. Nem? Igen, de az emberek nem fogja megváltoztatni az ételt. Közben. Meg fogja változtatni az ételt, ha te azt gondolod, hogy... Az étel kiváltott hatását a szervezetedre, igen. Ahogy a vizet is tudod, ahogy az ételt is tudod, ahogy a gyümölcsöt is tudod. Igen. Van az a szintmester, amikor a pacalpörkölt fehér kenyérrel fogyókúrás étellé válik van. Benne? Abszolút van. Csak nem kell megenni. Nadi tízesen. Nadi tízesen meg vagyok. A pacalpörköltből szója pörköltet csinálod neked, és csak egy hétig fogsz fosni után. Úgyhogy, hogy ne? Persze. Hogy eszed meg? Hogy milyen minőségben eszed azt meg? Egyébként azt kimutatták már, hogy a hála az egy nagyon komoly energetikai erő. Főleg a pénz is társul hozzá. Istenbe kerültem már megint, most tényleg mi jól ellennék. Hálát érzel azért, hogy te ezt a tálételt most megeheted, akkor abból te többet fogsz hasznosítani. Ezek tények, ezeket Kristóf is alátámasztaná. Az agrármérnök. Egy ilyen szart, abból lesz az igazi manna, írja valaki. Tényleg így van, higgyetek el, hogy ebben van. Ebben van valami. Na jól van, oké. Érdekes téma volt. Nézzétek meg, az vagy, amit eszel, az ikerkísérlet. Mint kiderült, egy szponzorált, megvett, manipulatív történet ez is. A Beyond the Media megvette, vagy legyártotta ezt a dokumentumfilmet, hogy elriasszon engem a húsevésről, és az ő termékük felé tereljen. Azért ez is milyen durva, hogy te megnézed egy nézős dokumentumfilmet, és kiderül, hogy egy nagy cég áll mögötte, ez aki lefinanszírozza az egészet. De már nem csak a filmet, magát, a Stanfordi kutatást is. Na de ami azért... alapján indították a filmet, mert az egész az övé. Tehát magát ezt a kutatást a Stanfordon ők finanszírozták. Ezt lenyilatkozták, hogy ezt ma elmondták? Ebből van egy kisebb botrány Amerikában, tehát többen ezért felháborodtak, hogy hülyítjük a népet ezzel a történettel. Meg egyébként, ha csak itt az előbb lement az előzetese a filmnek. Azok az ikrek, és ezt Rozina mondta már, akik ugye az egészséges útra tértek, friss salátát ettek, könnyű húsokat ettek. A másik oldalon tudod, mit láttam? Másfél kilós hamburgereket, egy kilós sült krumplival. Mert azok megmaradtak nagyjából azon, amin voltak. Hát de nincs kérdés. Az persze, hogy egészségtelenebb. Túllevés van, nézd meg, hogy milyen kövérek az emberek, túlzabálja magát mindenki. De a sorozat nem arról szól, hogy egészségesebb leszel 8 hét után, hanem hogy milyen változásokat indít el a szervezetedben, hormonális, a vérképedben, a kiválasztó rendszerben. De Balázs, hogyha ezt az 1600 kalóriára levitték az egészséges ikerpárt, azt 1600 kalóriát hússal vitte volna be, csirkemellel, salátával, ugyanígy jobb lett volna az minden értéke. Aha. De másik se szar teszik, vegyes táplálkozásomban. Nézd meg, itt megy, ahogy hívják az előzetes, most nem tudom, hogy mindjárt mutatják, steak krumplival, óriási adagok, nézd meg a másikat. Igen, ez itt a mindjárt, kalória szerintem az, tehát, ami hogy nagyon az, hogy fontos. Az ikrek azonfele, akit nem állítottak át, az 3000 kalóriát eszik, ráadásul ennek nagy része szénhidrátból van. A másik része, majd mindjárt mutatják, friss saláta, könnyű ételek. Növényi cuccok, persze, abszolút. Még kérdezik, hogy igazán azért, mert szponzorált, ez nem biztos, hogy hülyeség. Ugye azért, amikor az Amazon őserdőkről mesél, hogy mennyit vágunk ki, hogy tudjuk legeltetni a marhákat, és hogy tűnnek el az erdők, hogy te, amit a virslit megeszel, vagy húst azzal, tehát tulajdonképpen
éppen hány fát, erdőt, hektárnyit nyírták ki, egészen megdöbbentő. Szerintem szóval ez rémisztő. A tudatosság, a táplálkozásban a tudatosság számomra azt jelenti, hogy tudom, hogy az az étel honnan jött. Tehát én nem szeretnék Közép-Kelet-Európában csendes óceáni sárga úszójú tonhalat enni. Mert annak akkora ökológiai lábnyoma van, ha omahabél szint eszel. Egyél szürke marhát, meg egyél mangalicát, meg egyél olyan dolgokat, amik itt vannak nálunk, és edd a fülétől a farkáig, ne csak színhúst. És jó vagy. Ez most sem mondanánk nekem, hogy mit tegyek. Az lepény első osztályú volt. A kis kalácsot, sajtos kalácsot. Az első osztályú. Hozott a Rozina valamilyen sajtos, tojásos lepényt? A francia eledel. Igen, úgy jelent. Francia eledel. Na most ő beszélik nekem, érted, aztán a franciáktól hozzá a kaját. Franciát a rendeli Párizsból. Te finom, tényleg finom volt. Na jó, oké, nézzétek meg, vagy ne, ahogy gondoljátok. 3 perc alatt 9 óra, itt vagyunk rögtön a hírek után. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Balázsék! 8 óra után sokkal, 9 óra után 8 perccel itt vagyunk. Jó reggelt mindenkinek. Hello, drága hallgatók. Jó reggelt. Hello, Rozi. Rozina van itt velünk. Vossala Rozina. Na, megvan, harmadjára sikerült. Elég hozzá 3 óra. Tanulod. Meg egy ilyen 8 éve ismerjük egymást, de az mindegy. Tök jó jövök, tök jó azon. Már egész jól mondom a nevedet, tudod, nincs oda elvárások így 8 év után. Szakadó eső, kicsit hűvös, kicsit szomorú. Aj, nem tudom, nem vagyok kibékülve ezzel az idővel. Én azt hittem, hogy erre nincs azért ekkora hatással az időjárás. Mi? Egy kicsit van azért a hangulatom. Mert a fényét elhomályosítja. Még többet kell adnom, még jobban kell világítanom, ilyenkor úgy érzem. Még több teher, még jobb teher tölti a rörnám, hogy még boldogabbat tegyem az embereket. Nem szeretem, ez az esős borongos időt, ezt nem szeretem. Mert van valami nagyon szomorú, valami nagyon lehangoló. Tényleg? Igen. Én a viharokat, az esőt imádom. Azt nagyon adom. Imádom. A vihar Balatonon, nagy széllel, nagy villámlással. Ez a sötét, szürke, csöpögős, ez nem vihar. Ez nem. Na, ez... Igen. Tehát akkor legyen nagyon nagy hó, tudod, vagy legyen az, nagy nyári vihar. Mész a nagy hóba. Én megyek a nagy hóba. Mész a nagy hóba. Nem sokára indulok, igen. Hargitára megyek. Nagyon jó neked. Ú, de várom, gyerekek. Nagyon jó. Köményes pálinkát így áll, nagyon egészséges. Jó, és rendes ételeket fogsz enni végre. Végre. Ott de, és mi lesz a gyurmával? 4 nap semmi? Hát most nagyon nem tudok gyurmázni. De leedzettem a hétre rendesen, úgyhogy... Te túltoltad megint, ahogy szoktad. Megvoltam. Kirakjuk a Beachbody-t. Gyerekek, ott lesz. A hóba. Igen. A sárga mellé. Messzen csinálom az angyalkát majd. De nagyon jövök egyébként, nagyon jövök. Igen, de egyébként ki vagy egy kicsit jobban pattintva, amikor legutoljára láttalak. A Véznak is csirke voltam, igen. Igen. Nyomom a tesztót, nyomom a növit, ami minden van. Hát a game módosít a csirkét. Minden, igen. Kell a test, már ne vagy nem kell a test, ez ilyen egyszerű. Úgy mész a henteshez, hogy szteroidos csirkét szeretnél, mert attól jobban nősz. Most egy pici növi, pici neroból, pici stromban, nincs ezzel baj. Pici napozim. Ha kulteráltan szeded, csak irányítva. Hát meg főleg, ha előtte hálát adsz érte, mielőtt beszúrod. Istenem, köszönöm, hogy megadtad a tesztót és a növit. Most beszúrom a balcombomba, hogy ne menjen a májamra és a mesémre. Az fontos, hogy nanoszinten. Nem, teljesen naturbatolom. Ez most már ezek után el is hiszük. Átformáltad nagyon sok mindent az életemben. Na de ennyit magamról. Addad a Laci azt a hírt, még beszéljük meg utoljára. 70 új keresztnevet fogadtak el, gyerekek. Kik ezek, akik elfogadták? A Nyelvtudományi Kutatóközpont. Félelmetes egyébként, hogy milyen neveket adnak be emberek. Ti olvastátok ezt, hogy minek akarják hívni a saját gyereküket? A normálisak? Ugye minden éve kiadja az akadémia, hogy mit fogadtak el, mit nem fogadtak el. Ugye a keresztnevek kapcsán. Csak annyit mondj meg nekem, hogy ehhez miért kell engedély? Mi az Isten? Miért nem hívhatod a gyerekedet, ahogy akarod? Kicseszés. Ez egy jó kérdés. De egyáltalán miért van erre egy hivatal? Tök igazad van, ezt még sose gondolkoztam. Hogy miért nem megy ez a hivatal a büdös franc? Nem lenne munkájuk szegényeknek. De tényleg, mi fontoskodnak itt, és szólnak bele, hogy nyereskednek bele itt minden hülyeségbe. És nem csak azt tök mondják meg, hanem azt is megmondják, hogy hány utónév lehet. Egyébként ebben is igazad van. Tehát kettőt engedélyeznek. Miért van ennyi mindenben igazad?
Honnan veszed a bátorságot, hogy igazad van. De tényleg? Én szerintem itt kezdődik a probléma. Hogy nem normális, hogy 26 utóneved van, szerintem. Hát az öcsémet például ezért kell, tehát ő félig német, és ezért kellett Németországban anyakönyvezni, mert nagyon sok utónevet akartak neki adni. És hányig, meddig jutottak? Négyig jutottak, igen. Ő Vosala Kristóf, Georg Günther Alexander. Melyiket használja? Ők kicsodák. Ők tesója. De mint valami grófi család. Igen. Azt mondja, a kis Günther, hogy megnőtt. Igen, van egy másik tesóm, de ők ugye németek, tehát hogy őt pedig Vosala Konstantin Maximiliennek hívják. Az még oké. Okay. Hát tényleg? Hát csak kettő van hát legalább. Kettő, azon most lehet vitatkozni, hogy a Maximilien az jó-e, vagy nem, de ez van. Igen. Most egyébként tényleg nem fogadta el ez a iroda, vagy nem tudom, a Legolaszt. Most miért nem hívhatnak valaki Tolkienből, a Tolkienből, a Gyűrűk urából Legolaszt? Én Gyűrűk ura rajongó vagyok, és Legolasznak akarom hívni, hát akkor hadd hívjam Legolasznak, vagy Gandalfnak. Vossala Gandalf. Vagy Frodo. Bocsánat, nem rosszul mondom, várjál, elfogadták a Legolaszt. Lehet a kis Legolaszt. Tehát a Legolaszt a Gyűrűk urából és az Arthur mondakörből a Galahadot, illetve a Legolaszt, ezt a két nevet szintén engedélyezték, tehát hívhatod Legolasznak a gyereket. Kérlek, azt magyarázd meg nekem, hogy ki és milyen elvek mentén dönti el, mit lehet. Van egy bizottság, megnézi, gondolom, hogy a szabályosságát, létező név. Hát most mi, mert nem hívhatod mitté Pepsi-nek a ízét a gyerekedet. Ja, mert azután fizetni kéne. Reklám, érted? Vagy nem tudom. Oké, de azt mondja, hogy ne legyen Nescafé vagy Csibó a gyerek neve, ezt adom. De egyébként miért nem mindegy tényleg, hogy ha nekem tetszik és a családnak tetszik, miért tök igazad? Miért szólnak ebben? Azért, mert akkor lennének Kovács Prüttyikék, amivel tönkreteszed a gyerekedet, az de, van. Miért? Nem teszed tönkre. De miért az Esmeraldával nem teszed tönkre? Vagy a Legolasszal. Legolasszal, érted? Tehát, hogy azzal nem teszed tönkre. De egyébként nekem van egy kedvencem ebből. Valamiért, az már egy másik kérdés, hogy a közösségi média profilom algoritmusa miért dobta fel ezt, de van a Száb közösség, a autó Száb közösség, ahol ezek azért nagyon összetartó, nagyon komoly, hídgyüli szinten vannak, és az egyik főkolompos ott neki Szábina a gyermeke. Szábina. Érted? De mint a Szába, mint az autómárka. A autó úgy van anyakönyvezve, és ez az ember ebben a Száb csoportban napi szinten posztogat, napi Szábina posztokat, ahol a kislány az autóban. Biztos, mondjuk ez kemény. Ez kemény. Tehát nem Szabina rendesen, hanem Szábina. Szábina, igen. Mert hogy ő az a Száb autókat szereti. Ő az autószervizes. Na látod, ezért nem engedik. Figyelj, az biztos, hogy nem hivatalos. Tudja, hogy nem hivatalos. Hát pedig ő erre nagyon büszke, és ott Szábina. De hogy az anyakönyvi kivonatán nem ez volt, Szábina. És várják a kisfiút, az pedig Szábolcs lesz. Igen, aki Szábolcs. Hogy szereti ezt a svéd autómárkát? Nagyon jó. Figyelj, az Emelint, az Ájlát, a Kikericset, az Ilit, a Tecát, ezek mind adható. A Pipó, a Nazir, a Corbin, és a Tiago, és a Legolasz is. Érted? Azért Pipó. A Pipó, Corbin, Nazir, ezek már adható. Kikerics, Ili, és a Teca is, az Ájlá, és az Emelin is. De valaki be akart jegyezni a Wednesday-t, mint szerda, és azt nem engedték. Megnézte a sorozatot. A Rüntyit viszont nem jegyezték be. De azért a tényleg a Wednesday-nek a kis Kovács Wednesday, azért érted, hogy azért ez megcsúfolja a nyelvet. Nem? Hát, a kis Kovács Wednesday-ke. Szóval ne hívjuk már Wednesday-nek a gyereket, azért már van még egy sorozat. Még bármekkora is sikeres a sorozat, vagy akkor. Vagy Rüntyi, a kis Rüntyi. A azt nem engedték. A Rüntyit nem engedték. Rüntyivel már ment volna, de azt nem adta meg. De mi a baj a Wednesday-jel? Tehát akkor már mi a baj, ha Legolasz lehet, miért nem lehet Wednesday? Így van, tehát miért? Mert az nem név. Miért? A Legolasz az név, ja, az, érted? Az, az irodalmi műben előforduló, és lehet, jó, hogy a világszámos. Az lehet név. Az de nem név. Hát hol láttál már ilyet, hogy Rüntyi? Hát, de láttam volna, ha engedik, és lenne annak a gyereknek Rüntyi neve. Azt mondja, hogy valaki például a Skywalker rajongó, vagy a Csillagok háborúja, és Anakinnak hívja a gyerekét. Akkor azért lehet, hogy azt is engedik, hogy Anakin. Igen, egy érdekel nagyon, és Ferit is erről most nagyon hosszasan értekeztünk a kávé mellett az erkélyen, hogy a kolbászt engedték-e, mert tavaly volt felkérés. Kolbász és felhő.
hogy ő átmentem most. De várjál, tehát, hogy ő be akart, ne kolbásznak akarta hívni a gyerekét, és beadta az MTA-hoz, hogy akkor ő jegyezzék be a kolbász keresztnevet, mert a kis Kovács kolbászka nem sokára érkezik. Igen. Kolbász meg felhő. Ne csinál. De azért ez megspecsételi a gyerek sorsát. Azért a kolbásznak hívod a gyerek, mit kap az óvodába szerinted? Az mit kap az iskolában? De mi van a szülő fejében, aki azt gondolja, hogy kolbásznak hívja? Igen, szóval ez nem vicces, hogy egy érző, élő lényel, te a magad szórakoztatására, érted, kolbásznak hívod. És egy kis kolbászka mászál le a mászókáról, érted, kis kolbászka. De még nem tudom, hogy legolászta. Nem látom magam előtt a kis 4 éves legolászta, hogy ott íjazgat mindenkit a játszóféletet. Nekem a legolász egyébként átmegy. Csak azért, mert hatalmas Tolkien rajongó vagyok. Szereted? Imádom. Nagyon, nagyon ez egy jó univerzum egyébként. Nagyon fantasy rajongó vagyok. Nagy mindenféle Star Trek-ek és ilyesmi. 6-8 év alatt végig is néztem az összes Star Trek-et. Jú, de jó. 60-as években kezdődött az a sorozat, érted? Azt mai napig gyártják még, szóval az egy ilyen... Az mondjuk egy Gyűrűk Urát olvasva azért le a kalapa. Tehát megnézni oké, de olvasni azért ez... Gönc Árpi bácsiak azért keresztbe állt a szemem, mikor fordítottak. Én nem olvastam gyerekkoromban, mert én egy Gyűrűk Ura táborba jártam. Oda ledobtak a szüleim minden nyáron egy hónapra. Ez egy fantasy tábor volt, nagyon hálás vagyok érte, mert meghatározta a gyerekkoromat. És úgy választottak, hogy mi a leghosszabb tábor, amíg nem látjuk Rozikát. De gyerekkoromban egy ilyen menő táborok voltak, hogy Gyűrűk Ura tábor. Igen, mai napig van egyébként, a mai napig tartják. Ez a régi indián táborokból eredeztetődött le, és a mai napig tartanak nagyon sok ilyen tábort. És egyébként nekem ott Árven volt a nevem. Árven volt. Mindenkinek kellett választania. De ez egyébként tök szép név. Árven. Azóta egyébként minden... Ja, ezt nem mondhatom el. Hát én online felületeken az Árvent használom. Hát a... Mindenféle csetszobákban, és a titkos ruhában Árven vagy. Igen. Na, itt van vagyunk, dr. Rácz Judit, az MTA Nyelvtudományi Intézetének munkatársa. Na most meg tudod kérdezni, hogy miért szólnak bele mindenbe. Judit, jó reggel, ciao. Jó reggelt. Jó reggelt, kívánok. Tegeződhetünk, Judit, köszönjük szépen. Igen. Nagyon köszönjük. Lenne itt egy nagyon fontos kérdés a Rozinától. Igen, engem tényleg csak az érdekelne, hogy milyen jogon szólnak bele, hogy hogyan akarjuk nevezni gyermekeinket. Úgy akartak kérdezni, hogy miért kell a szabályozás. Igen, miért van szükség, miért nem lehet bárkit úgy hívni, hogy akarja? Hát igazából ez egy jó kérdés, és tulajdonképpen lehetne. Lehetne más országokban, mindenki úgy nevezi a gyerekét, ahogy akarja. Igen. Egyetlen egy jogszabály van, és ez nagyon fontos, hogy a gyerek személyiségét, a további fejlődését nem zavarhatja, vagy nem befolyásolhatja az a név. Tehát mit tudom én, egy pejoratív nevet nem lehet a gyereknek adni. Nálunk szigorúbb szabályok vannak, bár azért el kell mondjam, hogy más országokban is, mert például kaptunk olyan megkeresést Dániából, hogy valaki, egy magyar, aki kint él, a gyerekét Hubának akarta nevezni, és nekünk kellett írni egy igazolást, hogy igen, a Huba az egy adható magyar név, és hányan viselik, még ezt is kérték a dánok. De hát lehet, hogy dánul valamit jelent a Huba? Hát lehet, hogy valami nagyon-nagyon... Valami nagyon csúnya. De például, nekünk, amikor a Noé született... Akkor igen? A szülő nem ad a gyerekének. De mi a Noát akartuk, Noa, H-val. H-val, igen. Elutasították. Hát elutasították. De mi a baj a Noával? Noával az a baj, hogy nálunk van egy jogszabály, hogy mindenki a nemének megfelelő nevet kaphatja, és a Noa, H-val, az egy unisex név a világban. Tehát lányunk is, fiúk is viselik nálunk, megvan ennek a Noé a férfi alakja, a Noa pedig a női. Ezért utasították el, de mi a Nolent is nagyon szerettük, és azt se engedték. Igen. Csak jelzem. Egyébként ennek azért a magyar az MTA-t, azért sok minden mellett, mindig ledobhat minket. Bocsánat, Árven van már. Árven van már? Árven van már, igen. Lehet Árvennak. Van már régóta, sőt, tavaly a Legolász is bejegyzésre került, na? De most a Legolász egy hosszú fülű nyilazó tünde. Tudjuk, hogy hapsi. Azzal nem fogják bántani a gyereket, hogy hosszú lesz a füle, és mindenkit lenyilaz? Mi már ezt nem, tehát mi ezt nem nézhetjük hivatalosan. Erre nincs jogszabály. Ha olyan nevet kér, akkor meg szoktuk jegyezni, hogy... És a magyar nyelvvédelme befolyásolja ezt az engedélyezésztetési folyamatot? Tehát, hogy például a Wednesday-t lehet, hogy azért nem, mert angolul van írva? Igen. Tehát az angol helyesírással, vagy francia, vagy német helyesírással nem lehet. Tehát van megint egy olyan jogszabály, hogy csak a magyar helyesírásnak, kiejtésnek megfelelően lehet.
Na de, most én de, biztos, hogy a gyerekemnek ilyet nem adnék, mert a Jennifer Dézsével az borzasztó. Igen, de mondjuk ha a Wednesday-t fonetikusan leírom. Wednesday. És pontos évvel írnád. A végén, vagy elipszilon. akkor nem lehetne? De az angol az... Hát, igen? Ha fonetikusan... Igen. Ezt kérték különben most a tavaly talán. De azért nem lehet angol leírni, mert a hivatalokban nem tudnak angol, és zavarja őket? Vagy, tehát mi a baj, ha Wednesday normálisan le van írva? Mert ugye most akkor angol, aztán majd lehet németül, meg franciául, meg össze-vissza. Mindegy, most már akkora káosz van a nevek között, hogy... Szerintem hát lassan fel kell számolni ezt az egész bizottságot. Nem vedd el a munkájukat. Ez egy titkos szavazás? Judit, vagy akkor ott ültök a neveken, és akkor mindenki fölmutat egy igen-nem táblát, hogy bedobja egy kis cetlin egy kalapba a legolásznál, hogy legyen, vagy hogy dől ez el? Nem, ez úgy dől el, hogy megkapjuk a kérelmeket, tehát nem hozzánk érkezik, hanem tavaly még a miniszterelnökséghez, most már egy közigazgatási minisztériumhoz, és akkor előkészítjük, tehát általában egy ember szokta előkészíteni ezeket a neveket, nagyon sokszor külső szakértőket kell bevonni, mert egy szanszkrit névről hajván győzünk sincs, hogy adható vagy nem adható, mit jelent. Tehát sok külsős segítségünk van, szakértők, nyelvtanárok. Egyébként írják a hallgatók, hogy a huba, az dánul púpot jelent. Be is írtam a fordítóba, és tényleg. Tehát a kis kovács púp. Igen, tehát azért az sem mindegy. Jó, igen, de Németországból is kaptunk már egész egyszerű névnél, most nem emlékszem a névre, de ott is megkeresés, tehát meg van olyan, hogy magyarok elmennek külföldre szülni, hogy a gyereknek idegen eredetű nevet írjanak be. Ez is gyakori. De jó. Igen, mondjuk a Jason Statham-nél többen írják, hogy azért az keresztnévnek kicsit erős volt, miközben megpróbálták beegyeztetni. Tehát érdekes. És akkor most a Legolász viszont az meg átment. Szóval, hogy ilyen kicsit ilyen randomszerűen történik. Nem. Tehát azért megnézzük azt, hogy az a név már elterjedte. Tehát azért azt mindig megnézzük, hogy mondjuk adják-e más nyelvterületen, és hogyha adják, és eléggé elterjedt név, akkor itt is... És a Legolászt adják? Adják, igen. Én nem tudom, eleve nagyon betegnek kellene, hogy egy sorozat után nevezd el a gyereket. Ebben van valami nagyon bizarr, hogy azért, mert te szeretsz valamit, egy önálló érző entitásnak, te azt a nevet adod, mert te azt szereted. Igen. Tehát igen. Ezzel már birtoklod azt a gyereket, de mindenki birtokolja a névválasztásra, hiszen azt adod, amit te szeretsz. Ez ugyanolyan, mint hogy focistának kell lennie, mert én nem lettem az. Az ugyanaz. Igen. Pontosan. Tehát egy életre adunk nevet a gyereknek, érdemes végig gondolni, de ezek az extrém esetek azért a névadás általában nagyon-nagyon kiegyensúlyozott. Vannak divatnevek, például nagyon érdekes, hogy tavaly előtt volt egy változás az újszülötteknek adott névlistában, mert nagyon sokáig az Anna Hanna volt a toppon a lányoknál, és most a Hanna megmaradt, az Anna meg lecsúszott a negyedik helyben. Nem nyilván régi. A fiúknál meg a Máté Bence, és most a Dominik és az Oliver. A Dominik különben nagyon érdekes, mert az évtizedek óta valahogy ott. A toppon van a Dominik. Magamnál idősebb Rozinát nem ismerek, viszont fiatalabbakat egy csomót. Tehát azt már lehet, hogy te voltál az első. Utat mutattál, látod, de előtte azért csak mondom, most hogyha erre hivatkozva adnak meg, vagy nem adnak meg neveket, hogy hogyan befolyásolja ugye a gyermek életét, akkor kérdezik a hallgatók, hogy az Orália női név, az hogy mehetett át vajon? Az átment. Nem az a jelentése, és nagyon-nagyon régóta benne van. Ez egy ős magyar nyelv. Ladó Jánosnak a magyar utónév könyvében már régen ott volt. De nincsen. Orália. Megnéztem a statisztikai adatokat, nincs Magyarországon Orália. Senki nem büntette gyermekét. Tényleg kérdezik, hogy a Jézus nevet lehet adni? Tehát valaki, hogy Jézusnak szereti, nem lehet. Nálunk még nem. Nem van védve. Igen, az merchandising alatták. Ez érdekes, mert spanyol nyelvterületen adják, gyakran adják, és most már megjelent a német meg a francia névkönyvekben is, tehát Józás meg lehet például. Azt lehet. Igen. Anália lehet? Ha már Anália. Kérdezik, nem csak kérdezik. De csak közvetítesz. Hát meg kell nézni, a honlapunkon fönt van, minden hónapban frissül a lista.
és ott vannak az előző hónapban elfogadott nevek. Tehát ez havonta frissül. Igen, de nagyon már... sokan lölőt is szeretnének egyébként. Tényleg. És a kolbász... Volt, aki a nerd szerette volna. Az a gyerek keresztneve, hogy ner. Kicsi ner. A kicsi ner. Szerintem az szórakozott, mert azért velünk szórakoznak is elég sokan. Na, mondjuk adtok rá felületet azért neveket, de így nem, hogy elkéne, hogy fogadjatok, hogy bírjátok fel, az nagyon kemény. És a kolbász, mint keresztnév, az tényleg van? Kérelemben volt, de hogy van. De nem adtátok meg, tehát hogy nincsen, hogy kolbász. Istennek. Azért az milyen kemény, hogy valaki betolja, nem? Hogy szeretnéd kis kolbászt, hogy nem gyerek. Nem keményebb, mint a ner. A ner is nagyon kemény. Na, a ner az egy bibliai eredetű ner. De ő nem így kérte, hanem ner. Nerlölő. Hát valószínűleg nagyon hitű. Judit, nagyon köszi neked, hogy ezeket elmondtad. Jobban értjük akkor a döntési mechanizmust. Szívesen. Köszönjük szépen, jó munkát szépen. Nektek. Köszönjük szépen. Dr. Ács Juditnak köszönjük szépen. Hello. Az MTA Nyelvtudományi Intézetének munkatársát. Akkor mindent tudunk. A kis Legolász. Na jól van, gyerekek. Jövünk mindjárt, 3 perc van pontosan 9:30, egy pici hírek, és itt vagyunk már is. Itt vagyunk, gyerekek, 9:30 múlt 7 perccel, és jönnek a nap legjobb pillanatai. BKV-ztunk a reggel, 3 autós megbeszélte, hogy milyen jobb liccelni. Ugye? Tehát jó, te is autózol. Életűek közöttünk. Igen, rossz. Hittem, ezért rövid felkon felsővettem a fülemre a fejest. A fejesre a fülest. A dolgok. Ez a 3 ember megbeszélte, hogy miért, hogyan jó BKV-zni. Nagyon megmondtuk. Nagyon megmondtuk, de 2 milliót fizetett be valaki. 2 milliós büntit, erről beszélgetünk, hogy csalunk vagy nem csalunk. Illetve a húsevésről, mert hogy Rozina elmesélte egy történetet, hogy nemrég jött haza Szingapurból, ahol előállították az első sejtszintű húst. Igen, a laborhúst. A laborhúst, ami húsnak hús, és de nem kell megölni hozzá állatot. Szintiszta egészséges húst ehetünk. Már is megmutatjuk ezeket újra. Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en. De most voltál Szingapurban, valamit csináltál, nem? Igen, én jártam Szingapurban, egy dokumentumfilmet készítettem a laborhúsról. És a laborhús egy olyan sztori, ami nem növényi eredetű, hanem konkrétan egy ős sejtet kicsippantanak. Egyetlen egy állat kell ahhoz, hogy több száz, több ezer, több millió embert meg tudjunk etetni. Egy őssejtet kicsippantanak, belerakják egy olyan közegben, amit úgy hívnak, hogy médium. Ez gyakorlatilag hivatott generálni, mint hogyha a szervezetben lenne. Elkezd ez a sejt termesztődni, és ugyanaz a folyamat megy végbe, mint a természetben. És ugye a szingapúriak rá voltak erre kényszerülve, mert a Covid alatt gyakorlatilag elzárták a csapokat, és nem volt élelmiszerimportjuk, ez egy pici városállam, ők nem tudják hol megtermelni, és iszonyat nagy para volt, hogy nincs mit enni. Úgyhogy rájöttek, hogy nekik valamit tenniük kell, de nincsenek legelőik, nincsenek csirkék, nincs egyszerűen... Tehát nincs ez a nagy üzemi állattartásuk. Nincs nagy üzemi állattartás. Úgyhogy az állam elkezdte finanszírozni a laboratóriumi hús a kifejlesztését olyan szintre, hogy 2030-ra 30%-át a saját fehérjéjüknek már meg kell tudni termelni. Ha bármi para van, akkor legyen mit enni. És én elmentem megkóstolni ezt az ételt, ezt a húst, és figyelj, engem egy vakteszten át lehetne verni. Az egy csirkemen volt. Az egy csirke. Csirke szaga volt, csirke íze volt, csirke textúrája volt, és az a hihetetlen benne, hogy nyilván mindenki mondja, hogy az ördögtől való, meg ne játszunk Istent, meg minden ilyesmi, de hogy azok a csirkék, amik ma nagy üzembe mennek, azok tele vannak antibiotikumokkal, hormonokkal, mikroműanyagokkal, szennyeződésekkel, felfújják őket, embertelen körülmények közt tartják ezeket a csirkéket. Hát mindannyian láttunk már ilyen nagyüzemi állattartást. És hogy ez meg egy békés hús. De akkor ez egy vegánnak is ehető, mert azt mondja, hogy nem halt meg emiatt állat, csak kivettek egy ősejtet. Megkérdeztem a Steiner Kristófot, felhívtam, hogy te mit szólnál ehhez, és azt mondta, hogy hát ő a 12 éves vegánságát nem adná fel, mert neki ez akkor is hús, de legalább ennek nincs ökológiai lábnyoma, nincs mögötte szenvedés, és nem viszünk be, tehát egy szintiszta fehérjét visz ebbe a szervezetedbe. Mondták, hogy abban a folyadékban, amiben ez nő, abban mi van? Abban vitaminok vannak, abban nincs hormon, nincs benne tehát semmi ilyesmi. Nem kapsz egy ilyen szennyezett csirke mellett ezzel. Nem egy őssejtből ők egy teljesen 100%-os mindenmentes fehérjét hoznak létre. Így ez van, nagyon menő. Így van. De akkor miért nem ezzel oldják meg az egész állattartás, őserdőirtás, legeltetés?
oroszok, az olaszok, tehát ugye jelen pillanatban azért ez egy drága dolog, hiszen ennek el kellene terjednie ahhoz, hogy ez nagy üzemben lehessen művelni, és akkor csökkentsük az árát ennek a történetnek. Az olaszok kimondták már, hogy na hát ide a laborhúsba nem teszi a lábát, tehát nekünk prosciutto, az prosciutto, és azt kérem szépen, ja, jó kis pármai sonkájukat féltik, persze. Itt, ugyanezzel a technológiával tejet is lehet egyébként készíteni, és már pedig én szerintem azért a mai tejiparnál kevés keményebb dolog van, tehát hogy elvesszük a borjút, hogy a kajáját mi lecsapóhassuk, érted? Tehát, hogy ott ez zajlik, hogy elveszik a kicsi tehenet az anyatehéntől, és akkor csapolgatják azt, ami egyébként a kajája lenne. És hogy ezek nagyon... Ja, mert azért indul be a tejtermelés, hát, mert ő születik. Hát persze. Mik vannak? Ezeket nem tudom, ebben nem gondolok bele. Igen. Dobozban van, oda gyúlok, kitöltöm. Lehetőleg 2-6-os, vagy 2-9-es, vagy 8-as legyen. Na, ez a durva egyébként, hogy most már azért, aki a gyerekeket megkérdezett, tehát hentes üzlet már vidéken is kezd megszűnni. Ugye? Tehát, állunk, van még. Igen, tehát van még, de kezd megszűnni. A gyerekek azt hiszik, hogy a hús az a tálcán jön. 2 millió 16 ezer a rekord, 1 millió 6 a második, és 1 millió 4 a már harmadik helyezett. Oly. Na de ez hogy van? Fejtsük már meg ennek a lélektanát. Tehát, hogy téged elkapnak többször. És gyűlik, kapod a felszólítókat, és egyszer csak rájössz, hogy fú, ez tényleg durva, ezt be fogják hajtani, az 500 ezremből 2 millió lett, oda megyek, és bekesselem a 2 milliót. Balázs, neked milyen a viszonyod a parkoló büntetésekkel? Na, ez egy jó kérdés. Amikor, rendesen fizet. Amikor régen elkezdték ezeket behajtani, akkor már én ügyvédi irodáktól kaptam levelet, ugye 7000 forintos parkolójegyből már ilyen 30-50-60 ezres ügyvédi felszólító levelek lettek. Ezt volt idő, amikor átvették ilyen ügyvédi irodák, meg ilyen tartozás behajtó cégek. Engem egyszer lecsuktak. Tényleg? Nem volt át bőribe? Esküszöm nektek, hogy... Büntetett előéletű vagy, de úgy, hogy igen, tilosban parkolás miatt, de úgy kérlek szépen, hogy felhívott engem egy rendőr, aki azt mondta, hogy ő igazából csak át szeretne nekem adni egy csekket, mert nem találnak engem a lakcímemen, és hogy találkozzak vele. Oda mentem, előkapta az igazolványát, felrakta a kis izét a nyakába, oda sétált, és azt mondta, hogy akkor most tessék velem fáradni. Jó, hogy nem bilincselt meg. És mondom, hova? Hát megyünk az Őrsre. De mondom, hogy munkahelyemre megyek, nem az Őrsre, ne őrítsenek már meg. És kiderült, hogy hát egy 200 000 forintig elmentek a parkoló bírságok, de nagyon régen volt egyébként, úgyhogy nagyon sok pénz is annál volt ez cikibb, a 200 000. Mert akkor ugye kevesebb volt még a bünti, mint most. Igen, és elvittek, és a Romer Flór is mellett van a második kerületi kapitányság, és engem ott előállítottak. Rabosítottak, berakta, elvették a telefonomat, és még utolsó szó jogán anyámat felhívhattam, hogy mama, hogy kapja fel két kilót, fogja magad az 2 kilót, és azonnal gyere értem. Mama dobott egy hátat. Igen, anyám dobott. Nem először egyébként, tehát én nagyon-nagyon rossz gyerek voltam, de hogy igen, és akkor egy pár óra elteltével az anyám is benhagyott. Tehát, hogy nem rohant. Sietett a mama, még. Hát azt mondta, hogy na, akkor kisem ezt gondold át, és akkor délutánra kiszabadultam. Aha, délutánra hozott ki. Na, akkor, de akkor mi a pszichológiája, hogy nem fizeted be? Amikor megkapod az elsőt, mint például ő megkapta az elsőt, miért nem fizetted be? Szerintem itt két típusú van, aki elfelejti és görgeti, és nő is el is felejted. Szétszórtság. És én szerintem ő az, aki folyamatosan blitzel, mindig elkapják, és időben rájött, hogy ezt be kell fizetni, mert csak nő. Édesapám a 80-as években ellenőriztették, akkor általában mindenféle nyelveken szólalt meg, és játszotta el, hogy ő nem érti, hogy miről beszél. Júj, de rossz. De semmi köze nem volt a nyelvhez, nyugtass meg. Dehogy nem. De és amikor kihívtak valakit, aki beszélt mondjuk németül, akkor váltott oroszra. És akkor így játszotta. Mondjuk ez menő, hogy 3-4 nyelvet váltasz, igen, mindig. Igen, össze-vissza. Mondjuk mire találtak egy angolul beszélő ellenőrt, azért sokáig keresték. Én valószínűleg. Aztán akkor kiderült, hogy nagyon megvert. Igen, végül bizony, hogy 3 ellenőr úgy összevert a Pöttyös utcán, hogy mozdulni nem tudott az öreg. Balázsék! A Rádió Egyen! Hát na, ez is elszaladt. Milyen volt? Hogy nagyon, érezte magát pont azt könnyed. Mondtam itt a Balázsnak, hogy azért 4 óra, de úgy pikpak elrohan, hogy csak na. Hogy 6-nak tűnik, úgy megy. Egyébként tényleg gyorsan eltelt. Én nagyon jól éreztem magam. Na, legalább tudom, ti igen, jól éreztétek magatokat. Remélem egyébként Puskás Petinek is megfeleltem, mert ahogy hallottam, azért beszólogatott, hogy műsorvezetőnek nem vagyok olyan jó. Ja, tényleg, olvastam valamit, én ezt nem hallottam, hogy ő ezt hol mondta. Csak hogy Puskás Peti elmondta véleményét, hogy Rozina aranyos, de nem jó műsorvezető. Igen, lehozta a blik. Igen, hogy hát igen, holnap jön a Rozina, de hogy minek is hívják. Igazából, valószínűleg hogy... ő is maga mellett kampányol, csak úgy, mint te, aki már reggel 6-kor elmondtad, hogy itt a helyed minden nap. Igen. Ezt a döntést azért rátok bízom. Jó, de nagyon
nagyon köszi, hogy bejöttél, hogy felkeltél, hogy én is köszönöm. Tök alázatosak vagytok. Igen, hoztam enni. Peti nem énekelt nektek tegnap. Hála Istennek, nem. Igen, mondjuk azzal ő nem biztos, hogy javított volna a helyzetét. Egy slágere van, nem több, úgyhogy sokat nem tartott volna a fellépés. Mondtuk, hogy ezt megismerjük, hagyjad, Peti, nem kell énekelni. Igen. Nagyon jó hétvégét. Ma egy kicsit lehet, hogy álmoskás leszel, aludni fogsz, hogy megszoktad azért, tehát tényleg van ismertséged ebben. Most már, hogy tudod, hogy másfél évig ugyanott dolgoztunk, és vezettem a reggelit az RTL-en. Most már igen van ebben a némi. Nem is vagyok egyébként fáradt. Fő a tájékozottság. Ugye? Meg felkészült. Igen, a Peti posztolt tegnap egy videót, hogy délután ő alszik, láttad? De hogy ilyen nagyon készen volt. Én is bubukáltam egyet utána. Hogy volt nálunk. Kikészített a Peti. Igen. Rozina, nagyon köszi, hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönöm én is. Holnap most mi van? Ketten vagyunk holnap. Ketten, persze. Majd biztos beesik Júli egy kicsit, vagy... Jó vendégünk lesz holnap. Egész fura, hogy már úgy nem lesz állandó vendégünk holnap. Egész héten volt. Pár évet, ami nekünk hátra van, már kibillegjük így. Jövő hónapban be tudsz még jönni? Holnap? Jövő hónap? Hát figyeljetek, beszéljünk róla. Én benne vagyok. Gyerekek, akkor jövünk holnap kettecskén. Jó, plusz egy vendéggel, aki csak egy rövidre jön majd. Így van, Orsi, a Travel Addictos Orsi lesz velünk majd. Jókat mesél, elmondja, hogy milyen betegsége volt, hogy lett világutazó. Szerintem az tök izgi lesz. Igen. Jövünk holnap. Rossi, puszi. Köszönjük szépen. Csáó. Sziasztok. Hú, ez az adás nagyon ott volt. Balázs és Feri most elhagyja a stúdiót. És persze kivallagnak a kis smuglik is. Juli, Zsül, Anna. Na, gyerünk. Kapkodjátok magatokat kifelé, gyerekek. Jön Gyürke Ati. És jönnek az igazi mai slágerek.